Szeretnék köszönteni benneteket a ma esti kérdésfelelek webináron. Hamarosan kezdünk, és kértem tőletek, hogy gyűjtsétek össze a kérdéseiteket a vállalkozás kapcsolatban minél több konkrét, specifikus, a saját élethelyzetetekre vonatkozó kérdést szeretnék mai napon megválaszolni, mivel úgy érzem, hogy az elmúlt évek során rengeteg-rengeteg sok ingyenes tartalmat osztottam meg, nyilván nem várhatom el azt tőletek, hogy mindegyiket feldolgozzátok ezt a sok-sok tucat órányi videót és rengeteg cikket és kisebb posztokat. Éppen ezért a mai estét arra szeretném szánni, hogy minél inkább munkába tudjátok tenni azt, ami már eddig is elhangzott, rá tudjátok vonatkoztatni a saját helyzetetekre, és ez természetesen arra van szükség, minél több konkrét példát halljunk. Úgyhogy, ha esetleg valaki készült kérdésekkel, akkor azt bátran meg és én készültem kettő darab olyan kérdés, ami gyakran felszokott merülni, ami gyakran problémát szokott okozni, és azt látom, hogy annak ellenére, hogy és sokszor-sokszor megválaszoltam ezeket a kérdéseket, mégis nagyon sok esetben, hogyha valaki új, vagy esetleg nem fontolta meg igazán, mélységében ezt a vállalkozás indítást, mint valós terv, akkor elkezdődött, hogy elsiklott felette, és könnyen lehetséges, hogy nem látja meg a lehetőséget, az igazi lehetőséget ebben a most. Úgy gondolom, hogy a legjobb dolog, ami valakivel történhet egy online vállalkozásnak az indítása, ami lehetővé teszi azt, hogy szabadon tud élni, hogy anyagi biztonságban tud élni, és hogy a személyes fejlődésed is biztosítva legyen. Szóval üdv mindenkinek, aki itt van, úgy látom, hogy szépen-szépen-szépen gyülekezünk, és Hogyha valakiben esetleg felmerült ez a kérdés, mert nagyon-nagyon sok esetben el szokta visszatartani az embereket a vállalkozásba kezéstől, hogy hogyan találja meg a vállalkozás ötletem. Éppen ezért készítettem ezzel kapcsolatban nagyon sok segédanyagot. Tényleg, hogyha valaki feláll hogy a YouTube csatornára, sok-sok órányi tartalmat találtok csak ezzel a témával kapcsolatban. De ugye mindig felszokott merülni az, hogy ezt már csinálja valaki, azt már csinálja valaki, az nem tűnik annyira jó ötletnek. És éppen ezért annyira fontos felvetni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy vegyétek észre, hogy ahhoz, hogy meglássátok egy elképzelésben, egy vállalkozás ötletben az igazi potenciált, az bizonyos mennyiségű vállalkozói tapasztalatra már szükségetek van. Gyakran látom, hogy egy kezdő kitalál egy vállalkozás ötletet, valami elképesztő, bonyolult dolgot, és igazából ezzel abszolút-abszolút a saját kárára játszik, hogy ha egyszerűen annyit csinálna, amit mindig javaslok, találjátok egy külföldön már működő vállalkozást. És valósítsátok meg minél magasabb színvonalon itt Magyarországon, az egy nagyságrendekkel egyszerűbb terv lesz. Higgyétek el, az elmúlt hónapokban fejlesztettünk négy darab külön márkát, saját márkát, ez mind webshop, tehát minden kereskedelemmel foglalkozó saját márka. És tudni kell, hogy kettő esetében egy -az egyben koppintottunk, egy -az egyben az volt, hogy volt egy külföldi vállalkozás, találtunk egy olyan gyártót, aki nagyon hasonló terméket létre tud hozni, és azt dobjuk piacra, és volt kettő darab olyan márka, ahol sokkal inkább egy egyedi terméket fejlesztettünk. Tehát sokkal inkább így az alapoktól kezdve egy bonyolult termékfejlesztési folyamatról volt szó, szóval amit nagyon-nagyon sokszor át kellett gondolni. És jelen pillanatban azt látom, hogy annak ellenére, hogy az utóbbi kettőben, amikor mi magunk fejlesztettük a terméket, sokkal több energiát fektettünk, jelen pillanatban nagyságrendekkel jobb üzleti potenciált látok abban a kettőben, amit egyszerűen csak lekoppintottunk. Úgyhogy ne tegyétek nehézzé a saját dolgotokat, ne zavarjátok össze magatokat azzal, hogy Hé, ez, ez, ez már valaki csinálja, vagy nem tűnik annyira fantasztikusan eredeti ötletnek, csak is és kizárólag azzal foglalkozatok, hogy minél magasabb színvonalon meg tudjátok valósítani ezt az adott vállalkozás ötletet. Üdv mindenkinek, aki menet közben kapcsolódik be. És hogyha szeretnétek további támpontokat kapni ezzel kapcsolatban, ugye készítettük ezt a vállalkozás adatbázist ahol jó pár olyan vállalkozást soroltunk fel, amiknél nagyon fontos kritérium volt a számomra, amikor felkerültek erre a listára, hogy ezek valóban olyan dolgok legyenek, amit akár ti is meg tudtok valósítani. Erre a listára olyan dolog, ami elképzelhetetlen, ami abszolút megvalósíthatatlan a számotokra, egyszerűen nem került fel. Tehát én nem az az ember vagyok, aki válogatás nélkül beledobál egy csomó-csomó dolgot, hogy minél több legyen, hanem nagyon-nagyon-nagyon erősen átgondoltam, hogy van valakinek, aki most Magyarországon minden bizonyal nem sok milliós tőkével rendelkezik, hanem egyszerűen a, a meglévő keretekből akar kihozni egy jó vállalkozást, annak van lehetősége, hogy ezt megcsinálja. És a válasz ezek esetében minden egyes esetben igen volt. Úgyhogy tacitprojekt.hu per vállalkozások, itt megtaláljátok ezt a listát, mindenképpen érdemes átnézni, mindenképpen érdemes, még akkor is, hogyha megvan a vállalkozás ötleted. Mert az, hogy tudod, hogy milyen piacon indulsz el, milyen irányba indulsz el, az egy dolog, az, hogy pontosan hogyan valósítod meg, hogy pontosan hogyan pozícionálod a terméked. remélem, hogy használhatom ezt a szót, és kérdésem lenne tőletek, hogy jelen pillanatban úgy gondoljátok, hogy ezt a pozícionálás szót ezt értitek, ismeritek, átlátjátok, hogy pontosan miről van szó, mert annyira, annyira sok esetben fontos szokott lenni pozícionálás. Ez a szó érthető, mindenki el tudja képzelni azt, hogy egészen pontosan ez mit jelent. Hogyha esetleg nem, és akkor is, hogyha igen egyébként, akkor nagyon-nagyon javaslom azt a videót, amit megtaláltok a YouTube csatornámon. Ez a Hogyan találj varió... variációkat a vállalkozás ötletedre. És mindenképpen nézzétek meg, mindenképpen gondoljátok át, hogy egyetlen egy darab vállalkozás ötletet hány formában lehet megvalósítani, mert tényleg ebből nagyon-nagyon sokat tudtok tanulni, tehát még akkor is, hogyha már egyébként megvan már a vállalkozás ötleted, folyamatosan látni fogod azt, hogy milyen irányokba lehet ezt elvinni, és tényleg minél több ötlet áll a rendelkezésedre, minél több jól működő vállalkozást látsz, annál könnyebb lesz megvalósítani az elképzelésedet. És egyébként ez is a gyorsítósáv tréningnek az egyik óriási-óriási előnye, hogy mi a csapattal, meg egyáltalán a közösséggel, meg én személy szerint is iszonyatosan sok vállalkozást néztünk át, rengeteg tanácsot adtunk, rengeteget gondolkoztunk, sok-sok-sok száz órát gondolkoztunk csak azon, hogy ezeket a vállalkozásokat hogyan lehet megvalósítani, és ebből összegyűjtöttünk egy rendkívül nagy adatbázist, ami nem érhető el itt nyilvánosan, tehát a tréningen belül még elérhető egy csomó-csomó vállalkozás és olyan eszközök, amikkel vállalkozás tudtak tudtok találni, de a lényeg, hogy mindenképpen összeálljon egy ilyen referencia tapasztalat, egy ilyen elképzelés, hogy milyen is egy jó vállalkozás és milyen olyan vállalkozás ötlet, amit nem érdemes üldözni. Ez egy, ez egy idő után kialakul, de még egyszer ez nagyon fontos, hogy a kezdetben fel tud függeszteni ezt a kételkedést, hogy Á, nekem szükségem van a tökéletes vállalkozás ötletre, anélkül nem tudok elindulni. Tehát ahogy a vállalkozói tapasztalatod bővül, ahogy egyre több jó példát láttál, úgy már neked is sokkal könnyebb lesz struktúrálni ezt a vállalkozást, sokkal könnyebb lesz eldönteni, hogy pontosan hogyan valósítod majd meg. Hogyha pedig szeretnétek, további információkat erre vonatkozóan, akkor van egy másik videó, ami szintén elérhető nyilvánosan, teljesen ingyenesen, hogyan találj profitábilis vállalkozás Ez egy egy órás webinár, és hogyha nem akarjátok végignézni az egészet, akkor csak pörgessetek végig rajta. Az első 20 perc úgy gondolom, hogy sajnos nem sikerült annyira lényegre törően, mint általában én azt szeretem. Tehát ott sokkal inkább itt a kereteknek a felvázolásáról van szó. Tehát, hogyha csak a az első 20 perc utáni részt nézitek meg, azt szerintem nem fogjátok tudni befejezni, annyira sok, annyira tömör információ van benne, úgyhogy ha még nem nézitek ezt a webinárt, mindenképpen javasolnám. Illetve ezt a hogyan találj variációkat a vállalkozás ötletedre, rengeteg hasznos információ hangzik el benne, és a vállalkozás adatbázist érdemes még megnézni, illetve én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy jelen pillanatban talán az egyik legjobb lehetőség, amit tudsz találni, az az, hogy valamilyen fenntartható verzióját készíted el egy adott fizikai terméknek. Ez a vállalkozásodat bázisban például az a Greenprint, illetve több olyan ilyen környezetbarát tisztítószer, ilyen dolgok, látjátok, hogy ez egy fontos átfogó téma, vagy valamilyen jótékonysági vonatkozása van a vállalkozásnak, a márkának, ezek mind-mind rendkívül jól fognak működni illetve, hogy a tanácsadó vállalkozáson gondolkoztok, vagy szolgáltatóként, akkor nagyon tudom javasolni, hogy nézzétek meg ennek az úriembernek, Nikolász Kuzmicsnak a vállalkozását, mert én úgy gondolom, hogy neki jól ki vannak találva ezek a dolgok, és könnyen átlátható, tehát egyszerűen átlátható. Elképzelhetőnek tartom, hogy az én vállalkozásom egy picit bonyolultabb sokak számára, és nem látható át annyira, hogy egészen pontosan én hogyan működtetem ezt. Szerintem ez a vállalkozás egy olyan dolog, amit tanácsadóknak és marketing kivitelezőknek mindenképpen érdemes áttekinteni. Mennyi pénz szükséges a vállalkozás elindításához? Közben várom a kérdéseiteket, jönnek egyébként menet közben, és még azért szeretnének buzdítani benneteket, hogy írjátok be az elképzeléseket, amivel kapcsolatban vártok egy álláspontot, egy döntést, vagy segítséget, vagy további információkat. Mennyi pénz szükséges a vállalkozás elindításához? Jellemzően erre azt szoktam mondani, hogy ez a rossz fajta gondolkodásmód. Ugyanis kettő dolgot mindenképpen tudni kell. Egyrészt egy olyan világban élünk, ahol, hogyha te igényesen dolgozol, magas színvonalon dolgozol, szorgalmasan dolgozol, akkor mindig lesz olyan ember, aki szívesen megfinanszírozza neked a vállalkozásodat. Tehát mindig, 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 mert higgyétek el, azok az emberek, akiknek van befektethető pénze, vagy van elkölthető pénze, ők keresik azokat, azt, azt a nagyon-nagyon-nagyon kevés vállalkozást, ami igazán magas színvonalon szeretnék kiszolgálni a közönségét. És soha, tehát nem, nem soha, de jelen pillanatban egészen biztos, hogy nem a tőke hiánya lesz a probléma. Lehet, hogy az a probléma, hogy te nem dolgozol eléggé igényesen, vagy arra vársz, hogy valaki hozzád vágj egy csomó pénzt, és akkor elkezdesz vállalkozni, vagy hogy az öledbe hújjon egy csomó pénzt, és akkor elkezdesz vállalkozni. Semmiképpen nem erről van szó. Ha igényesen dolgozol, akkor az emberek keresni fogják a szolgáltatásaidat, a munkádat. A másik dolog, amit tudni kell, az az, hogy van lehetőséged arra, hogy a vállalkozói tudásoddal megteremtsd a tőkédet. Ugye én is, hogyha belegondoltok, mit csináltam, elindítottam az első vállalkozásomat. Az sikerült felnövelni egy nagyon szép profitú vállalkozásra, utána elindítottam a második vállalkozásomat, már volt kettő darab olyan vállalkozásom, amik eljutottak a havi 1 millió forintos profit fölé utána kezdtem el azt a tapasztalatot, amit megszereztem ezzel a két vállalkozással, ezt kezdtem el oktatni. Ugye lényegében ugyanabból a tudásból két különböző formában tudtam profitálni. Utána pedig elindítottuk ezeket a márkákat, a Day Design tervező az, ami az utóbbi időszakban nagyon sok publicitást kapott, ugye nyilván azért, mert a csoportban sokszor megosztottam, hiszen ez abszolút belevág az önfejlesztéssel kapcsolatos munkásságomba, de ott is ugyanazt a tudást használtam fel, ugye amivel az első vállalkozásomat építettem, tanácsadói vállalkozást, utána a tréningben megosztottam több mint ezer emberrel most már, ott is felhasználtam ezt a tudást, és a márkák építésénél is felhasználtam ezt a tudást. És a későbbiekben el fogunk kezdeni marketing ügynökségként is működni, úgyhogy már egy negyedik formában is fel lesz használva ugyanaz a tudás. Általában azt szoktam javasolni, hogy nem általában mindig azt szoktam javasolni, hogy soha ne gondolkozatok úgy, hogy a vállalkozás az egy olyan dolog, hogy kiadok, 300 ezer forintot, és akkor megvan a vállalkozásom. Vagy kiadok fél millió forintot, és akkor megvan a vállalkozásom. Ez egy olyan dolog, ahol folyamatosan forogni fog ez a pénz, tehát megszerzel egy bizonyos tudást, ami bővíti a te pénzkeresőse való kapacitásodat. Úgyhogy semmiképpen ne úgy vágjon bele tehát a, amikor látom, az emberek az első készletüket akarják megvásárolni, vagy amikor az első hirdetésüket adják fel. Ugyanak fele, hogy hát már elköltöttem 5000 forintot Facebook hirdetése, és még nem jöttek meg a vásárlások. Tehát még ilyen lényegében a pirosban vagyok, mínusz 5000 forintnál tartok, úristen, mi van, hogyha ez tovább fog folytatódni. Ezért szoktam javasolni, hogy ilyenkor gondolkozzatok úgy, hogy tapasztalatot szereztek, tapasztalatot vásároltok lényegében, tehát ez jellemzően úgy fog működni, hogy egy ideig szépen mész, mész, mész a pirosba, utána valami áttörést érsz el, valami összel, megjönnek az első rendelések, megjön az önbizalmad, elkezd kialakulni egy ilyen kép a fejedben, hogy pontosan hogyan érdemes ezt jól csinálni, és utána viszont van egy valós, kézzelfogható pénzkereső tudásod amit fel tudsz használni a következő 5-10-20-30 évben. Úgyhogy, mennyi pénz szükséges a vállalkozás elindításához? Ez, ez a kérdés azt feltételezi, hogy egy kiadásként gondolsz erre a pénzre. Miközben nem arról van szó, az egy forgó tőke. Tehát beleteszed a vállalkozásodba, az megtérülést hoz, a megtérülés még több megtérülést hoz, és így szépen tudsz előre haladni, így tudod bővíteni az életedet kérdés, ami érkezett tőletek, és elkezdem megválaszolni ezeket. Szia Ádám, már befizetem a teljes csomagra, nagyon várom, köszönöm szépen a bizalmadat. Én is várom már, hogy belekezdjünk. Az én az hogy, az, hogy, egy saját márkát a karkötőkkel, és főleg férfi ékszerekkel kapcsolatban. Először ezek a tipikus gyöngyös karkötők mennének majd, ha lesz bevételem, átállnék saját tervezésűekre. Mit gondolsz erről? Illetve egy millió forint elég egy ilyesmi vállalkozás kezdésére, nagyon max. egy millió forint. 1 millió forint erre a vállalkozásra nagyon sok. Tehát ennél semmiképpen nem, tehát nem, bocsánat, nem azt mondom, hogy többet költenék, hanem hogy sokkal kevesebbet kellene költeni. Nem szükséges, nincs erre abszolút semmi indoklás, nincs, hogy miért költenél el ennyi pénzt erre a vállalkozásra. Én pont a mai napon fizettem ki egyébként 800 kor kötőt, és valószínűleg miután befejeztük, még késő este ki fogok fizetni még még kb. úgy ezret, tehát én most karkötőkkel éppenséggel nagyon-nagyon-nagyon képben vagyok. Egyébként javaslom mindenkinek, karkötők ez egy ez tökéletes elkereskedelmi termék. Magas a feltételezett értéke, könnyű szállítani, olcsón be lehet szerezni, úgyhogy tényleg nagyon sok szempontból a tökéletes elkereskedelmi termék. Viszont egy olyan dolog, amit mindig-mindig-mindig javaslok, hogy soha ne induljatok ki abból, hogy ezt azért fogják megvásárolni, mert egyedi tervezés, mert nagyon szép, mert ez férfiaknak szól. Ez nem pozícionálás. Elképzelhetőnek tartom, hogy jogosan nem akarod megosztani egyelőre a, az, hogy pontosan mi a pozícionálás ennek a karkötőnek. De sajnos nagyon sokszor szoktam ezt hallani, hogy azért fogják megvásárolni ezt a karkötőt, mert, mert hát szép, rajta van egy ilyen oroszlános kis csat, meg tök csinos, meg divatos, meg minimalista, és ezt mindenképpen észre kell vennetek, hogy jó-jó, ez a órák, meg a karkötők, ezek tipikusan olyan dolgok, amik nagyon népszerű első vállalkozás ötletek szoktak lenni, és ebből kifolyólag azért eléggé telített is a piac, ahhoz, hogy át tud törni ezt a ezt a határt, amikortól kezdve már a vásárló nem egy idegen dolgot Vesz meg, tehát nem úgy van vele, hogy át megveszem ezt és vagy jó lesz, vagy nem, hanem odáig eljutni, hogy teljes bizalommal tudja azt mondani, hogy igen, ez egy klassz dolog, amit én a tulajdonomban akarok tudni. Azért az bizalmat igényel, ami időt igényel, és ami tőkét igényel. Úgyhogy ezért szoktam azt mondani, hogy mindenképpen adj neki egy olyan színezetet, ami például, hogy valamilyen fenntarthatósággal kapcsolatos jellege van, az vagy hogy valamilyen ügyet támogatsz vele, vagy hogy. Um, szóval sok kül ilyen lehetőségek vannak. Gondolom, hogy átnéztel sok-sok karkötő márkát, már, néznek sok pozícionálást. Az nem pozícionálás, hogy ezek a karkötők fémből készülnek, vagy ezek a karkötők ásványgyöngyökből készülnek, e ezek nem pozícionálások. És azért azt feltételezem, hogy Neked van egyébként valamilyen elképzelésed ezzel kapcsolatban, csak nem szeretnéd itt nyilvánosan megosztani. Hogyha valaki most hallgatja ezt, és szeretne valamilyen következtetést levonni, akkor viszont mindenképpen kiemelném ezt, hogy indítok egy saját férfi karkötő márket, amiben gyöngyös karkötők van. Ez így önmagában soha nem lesz elég. Hogyha valaki azon gondolkozik, hogy indítok egy egy óramárkát, és Kínában legyártatok néhányat, meg fellogóztatom, mert végül is egyébként ezt meg lehet csinálni, már egyébként nagyjából olyan 100-150 ezer forintból meg lehet csinálni, és azért fogják az emberek megvásárolni, mert ez egy minimalista, letisztult termék, hát az elég erőltetett. jó? Tehát ezt már nagyon-nagyon-nagyon profi vállalkozások csinálják, óriási média, közösségi média jelenléttel, és nem fogsz tudni egyszerűen Versenyezni velük, hogyha valaki ilyen minimalista letisztult órákat szeretne csinálni, de ez szerencsére. Egyáltalán nem ez az egyetlen lehetséges piac, még számtalan számtalan különböző mód van, hogy például valaki tud csinálni úgy egyedi óramárkát, hogy kifejezetten kondi, konditeremben járó embereknek, ugye ott ilyen hat, szeretik az ilyen elnagyolt dolgokat, és akkor mondjuk hatalmas számlapja van például. Vagy mondjuk ugye hölgyek nagyon szeretik ezt a, kifejez, hát most nem akarom mondani a márka nevet, de egy teljesen aranyozott, aranyfestéssel bevon nagyon feltűnő és sokszor feltűnő színű, mondjuk pink számlappal rendelkező óra. Ez szintén egy lehetséges pozícionálás, és egyszerűen nem értem azt, hogy miért van kb. 500 különböző letisztult minimalista úramárka, miközben van még szó szerint ezer különböző lehetséges megvalósítási mód és azok is kiáltanak azért, hogy legyen már egy óremárka, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, ami kifejezetten ezt az ügyet támogatja, vagy kifejezetten ennek a célpiacnak szól. Úgyhogy a lehetőségek azok, azok sokféle van, abszolút. De, de nagyon fontos, hogy soha nem mond ezt, hogy ilyen divat jellegű termékeknél, hogy azért fogják megvenni, mert ez egy szép termék. Tehát a szép az egy szubjektív dolog, lehet, hogy te azt gondolod, hogy szép, másnak meg nem az. Lehet, hogy te valamiről azt gondolod, hogy csúnya. Gondoljatok bele, hogy mennyi olyan terméket vásárolnak két kézzel az emberek, amire te azt mondod, hogy Jézusom, de, de ronda ez a termék. És más meg imádja. Úgyhogy ez egy abszolút szubjektív dolog, mi olyan dolgot szeretnénk, hogyha láttad esetleg azt a videót, amit feltettem, ez a vállalkozás ötletnek a kiválasztásáról szól, amit most újra elérhetővé teszek gyorsan. Még egy kis ideig meg tudjátok ezt nézni, hogyha esetleg ez segít a döntésben. Soha ne csináljátok olyat, hogy azt mondjátok valamire, hogy ez egy ilyen szub, ö, szubjektív okból működni fog, hanem mindig keressetek objektív érveket. és még egyszer az 1 egy millió forintot azt, azt soknak tartom. Nagyon-nagyon-nagyon soknak tartom. Tehát ennél sokkal kisebb büdzsével kellene elindulni. Hogyha beindulnak a dolgok, akkor még rá tudsz költeni, de akkor az a pénz arra költődjön, hogy fokozd a sikert, ne arra, hogy elérd a sikert. Fogyókuráról szóló weboldalt szeretnék indítani, hogyan látnád célvezetőnek az üzleti modell felépítését, mik legyenek a konkrét termékeim, a termékek pozícionálását, videósorozat plusz könyv plusz személyes tanácsadás, pozícionálás, illetve genetikailag kövér szegmásra céloznék. Um, egyrészt azt mindenképpen fel kell ismerned, hogy ahhoz, hogy valaki um, felismerje a problémát, ahhoz neki, és mondjuk azt, azt gondolom, hogy hogy ez, hogy valaki úgy gondolja, hogy neki genetikailag vannak problémái, meg sokaknak valóban így van, az egy kicsit jobban kézzelfoghatóvá kellene tenni. Például ugye van ez az inzulin rezisztencia, ami hasonló nehézségekkel jár, ugye, és mondjuk az egy olyan dolog, amit, hogyha valaki ilyen nehéz, vagy ilyen betegséggel küzdik, akkor az tudja magáról, akkor ez megreadja a figyelmét, és például az egy jó pozícionálás lehet, és sokan használják is egyébként ezt a pozícionálást. De szerintem a fogyókúra ipar, vagy a fogyókúra piac, vagy egyáltalán bármilyen fitness meg egészséggel kapcsolatos piac, az egy olyan dolog, ahol nincsenek annyira annyira kiemelkedő tanácsadó vállalkozások, amik ledarálják az egész piacot. Jó, tehát, hogy sokfajta megközelítés van, sokfajta módszer van, sokfajta célpiac van, és ki tudod, ki tudod alakítani a saját közönségedet. Na most a tanácsadóknál mindenképpen fontos azt megérzed, hogy nincs, nincsen szükséged annyira sok vásárlóra. Tehát tényleg én ugye megosztottam ezt korábbi podcastekben meg webinárokban is, hogy én amikor elkezdtem a vállalkozásomat az első vállalkozásomat, egy tanácsadó vállalkozás akkor a havi félmilliós szintig el tudtam jutni nagyjából havi 30 vásárlóval kb azért az nem egy óriási nagy tömeg, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni azt, hogy külföldön mi az, ami működik. Ezzel kapcsolatban is hoztam egy példát ebben az imént említett vállalkozás adatbázisban, egészen pontosan ez a Precision Nutrition, akik azzal foglalkoznak, hogy táplálkozási tanácsadással foglalkoznak, erre van egy nagy éves programjuk, illetve táplálkozási tanácsadóknak nyújtanak üzletfejlesztéssel kapcsolatos tanácsokat, és, és egyáltalán, hogy hogyan működtessék a vállalkozásukat. Tehát itt is, amit te leírsz, fogyókúráról szóló weboldalt szeretnék indítani, ez egy dolog, hogyha esetleg azt tudod mondani, hogy te tudsz ügyfélszerzést tanítani olyan embereknek, akik a fogyókúra iparban dolgoznak, az már szintén egy lehetséges második megközelítés, és könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy jobb eredményeket tudnál gyorsabban elérni. Tehát, ha kialakítasz egy olyan online marketing vállalkozást, ami kifejezetten a fogyókúra iparban dolgozó embereknek biztosít online ügyfélszerzési megoldásokat, és ezt készre megcsinálod nekik, azt gondolom, hogy ott sokkal gyorsabban tudnál haladni, mert a fogyókúrával kapcsolatos hirdetéseknek a feladása az nehéz, mert a Facebook például egyáltalán nem szereti. Azért egy zsúfolt piacról van szó. Természetesen, hogyha megvan a lehetőséged, hogy te kialakíts egy bizalmat magaddal szemben, akkor egy fantasztikus piac. De lássuk be, hogy még egyszer azért az időbe telik, és nagyon sok tartalmat kell készíteni hozzá. Ha pedig egyszerűen csak azt csinálod, hogy megkeresd azok az embereket, akiknek már van közönségük. Ugye rengeteg olyan ember van, aki az egészséggel kapcsolatos piacon már működik hosszú-hosszú évek óta, millió és tízmillió forintokat költöttek arra, hogy felépítsenek egy, egy 20 ezres, 30 ezres, 50 ezres, 100 ezres közönséget, de nincsen meg az üzleti tudások hozzá, vagy a marketing tudások hozzá, hogy azt igazán jól monetizálni tudják, akkor az szerintem egy sokkal gyorsabban kifizetődő vállalkozás lehet. Mit értünk pozícionálás alatt? Ugye erről az imént volt szó kicsivel korábban, hogy vannak különböző megközelítések, ahogy egy adott vállalkozás ötletet meg lehet valósítani, és erre vonatkozóan érdemes megnézni a YouTube csatornára ezt a Hogyan találj variációkat a vállalkozás ötletedre elnevezésű, elnevezésű webinár felvételt 43 perc, és garantálom, hogy dugik van hasznos információval, és pontosan egyértelmű lesz a számodra, hogy mi a pozícionálás. Egyébként arra van szó, hogy ha megnézed, elkezded böngészni különböző karkötő márkákat, és meg is mondom, hogy én hogyan szoktam ezeket keresni. Karkötők esetében a legegyszerűbb az, hogyha Instagramon kezdek szelkeresgélni. gyorsan bejelentkezem. És mondjuk találsz egyetlen egy darab karkötőmárkát. Itt van például egy óriási nagy márka, Alex Dani. Ugye Instagramon vagyunk, és ez egy több mint egy millió követővel rendelkező márka egyébként ilyen olyan karkötőket csinálnak, ahol van egy ilyen karika, amin van egy ilyen dupla rész, ahova különböző medálokat lehet vásárolni, még ilyen kiegészítőként, és azt rá lehet aggatni. Tehát nekik például ez a leginkább meghatározó megjelenésük, ezek közé a, ezek köré a karktők köré épült az egész márkájuk, hogy van egy egyszerű fémkarika, ami meg van duplázva egy bizonyos részen, és kis medálokat lehet rátenni, amihez licenszeltek például itt a jó barátoknak a dolgait, azt hiszem, hogy Harry Potteres is van, tehát van egy ilyen jellemző megjelenésük, amiről azonnal fel lehet ismerni, hogy hé, hey, ez egy Alex and Dani karkötő, és ez az ő pozícionálások, hogy személyre lehet még szabni a karkötőket. Ez egyébként egy hatalmas vállalkozás, tehát évi több millió dolláros árbevétel. Nem olyan régen olvastam egy Forbes cikket, azt hiszem, hogy akkor ilyen évi 600 millió dolláros árbevételről volt szó. Tehát már árulnak gyűrűket természetesen, már árulnak sima ásványkarkötőket, mert van egy annyira befutott márkájuk egyébként, de ez a leg, legismertebb stílus, amit csinálnak. És ez mondjuk egy pozícionálás. De hogyha rákattintasz erre a lefelé mutató nyíra, akkor hát itt van olyan sok olyan, ami, ami sajnos annyira nem annyira nem releváns, de egészen biztos, hogy gyorsan találunk amúgy olyat, ami ami szintén egy pozícionálásra rendelkező karkötőmárka, ez a Pura Puravida Bracelets, egy olyan példa, amit nagyon-nagyon sokszor szoktam használni. Ők kifejezetten ilyen bohó, trópusi jellegű karkötőket készítetnek, tehát ahol a vidám színek vannak, mint ez a türkiz a például, egyszerűek, van egy kézműves jellege, és nekik ez a pozícionálások, hogy egy ilyen bohó éles stílust jelképeznek, vagy testesítenek meg, de van például ez az Ivory ez egy másik márka, akik nem kifejezetten karkötőkkel foglalkoznak, hanem hogy minden egyes termék, amit vásárolsz, az az elefántoknak a védelmét szolgálja. Tehát elefántvédő rezervátumoknak az a támogatására megy, alapítványoknak a támogatására. Ez is egy pozícionálás. Nyugodtan lehetne összekombinálni a kettőt, hogy akkor én indítok a két ötletet, hogy én indítok egy olyan karkötővállalkozást, ami XY vagy Z, hát az, az elefántok az nem egy olyan dolog, amit Magyarországon szerintem túlzottan fel kell tenni az embereknek a figyelmét, de de számtalan sok ügyet ki lehet választani, amiket tudsz támogatni ezzel, és a, látod, itt is a profitnak a 10%-át ajánlják fel. Ez a jótékonysági karkötő egy kifejezetten jó üzleti modellnek tartom, és egy jó példája a különböző pozícionálásoknak. Szia, Ádám! Saját könyveimet árulnám e-book formában. Mellette hírlevél a könyvek háttértörténetéről, aki megvásárolta. Hogy látod, lenne rá piac? Kezdetben mire érdemes figyelni? Csai termék és termék, piramis még nem tisztult le. A saját könyv az ugye lehet fiction jellegű könyv, tehát, hogy történet, vagy pedig valamilyen non-fiction, tehát valamilyen olyan dolog, ami kérdéseket válaszol meg az embereknek, ami hozzásegíti őket egy jobb életnek az éléséhez. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyikről van szó. Ugye miért? Mert a fiction jellegű könyvek, amik történetek, novellák, sztorik és a többi, azoknak a megítélése szubjektív. Ugye pont az a probléma, amiről beszéltünk a karkötőkkel kapcsolatban, hogy a megítélése, hogy ez most jó vagy sem, az mindenkinek az egyéni ízlésétől függ, és ahhoz, hogy valaki eljusson odáig, hogy megítéli egyáltalán, hogy érdemese foglalkozni ezzel, hát az már az kell, hogy megvásárolja, vagy belenézzen, vagy, 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 egyáltalán egy bizalmat szavazzon meg, már pedig ez nem egy kiszámítható üzleti modell az én szememben. Hogyha esetleg valamilyen konkrét problémának a megoldásával a kapcsolatban kínálsz e, megoldást, problémák a megoldásával kapcsolatban kínálsz információt, akkor pedig a, az e-bookoknak az árusítása, a könyveknek az árusítása az nem egy jó lehetőség. Tehát egy könyv, hogy mennyit a kiadni rá az emberek, az limitált. Mindenki tudja. Most komolyan vásároltatok valaha olyan könyvet, ami mondjuk 20 ezer forintnál többbe került volna? Könnyen elképzelhető, hogy igen, én abszolút csináltam, viszont az már egy olyan dolog, hogy ilyen kényelmetlen, szokatlan érzés. Mert ott van a fejedben, hogy könyvet mondjuk ilyen 5000 forintért vásárolok. Hogyha igazán szép, képes könyv, amit mondjuk oda lehet tenni a, a dohányzóasztalra, és, és, akkor mondjuk az akár egy vendégtérben, vagy akár amikor otthon vagy, és akkor az egy ilyen asztal diszként is használ egyben, akkor hajlamos az ember mondjuk kiadni 10-12 ezer forintot például. De az már szintén egy nagy-nagy-nagy kiadás, egy nagy-nagy-nagy elköteleződés hogyha egy konkrét problémát oldasz meg, tehát tanácsadóként működsz, akkor sokkal inkább azt javasolnám, hogy workshopok, online tréningek, személyes tanácsadás, Egyszerűen azért, mert jelen pillanatban a legnagyobb nehézség, amivel a tanácsadói piacon küzdködünk, az az, hogy rávegyük az embereket, hogy használják a tanácsokat egyáltalán. Szóval, szóval a gyakorlati lépéseket kell az embereknek a kezébe adni, és arra kell rávenni őket, hogy azt kezdjék el minél inkább munkába tenni, ahhoz pedig a könyv nem egy jó formátum az én szememben. Hogyha eset... Um, tehát, hogyha jól értem igazából a kontextusból, akkor én úgy veszem ki, hogy ezek novellák, vagy valamilyen fikció. Um, csak azt mondom, hogy ezzel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehézzé teszed a magad dolgát. Tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy hogy ezt gondold át, hogy ezen a területen szeretnél át érvényesülni, mert nagyon hosszú útra kell felkészülned. Szintén tudom javasolni azt a videót, amit az imént elérhetővé tettem, hogyha ni ott is elmondom, azzal hogy kezdem konkrétan, hogyha nincsen egy meglévő egyértelmű piaci igény, nincsenek olyan emberek, akik kifejezetten szeretnék megvásárolni ezt a könyvet, Már pedig, hogyha csak most kezded el, akkor, akkor minden bizonyal nincs egy lojális közönséged akkor egy nagyon-nagyon nehéz útra tereled magad. Én azt szeretném kérdezni, hogy honnan érdemes beszerezni a termékeinket. Én eddig legnagyobb részben az AliExpress-ről szereztem be, viszont ők nem adnak számlát. Az Alibabán viszont hatalmas szállítási költségek vannak, és itt elakadtam. Hát a hatalmas szállítási költség az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva túlzásnak tartom. Tehát valóban az Alibabán arról van szó, hogy ott, ott mennyiségi kereskedelemről van szó. Tehát azért vannak ott az emberek kész. Um, Minek ugye ezt tudni kell, hogy az Alibabán vannak manufacturers, ugye akik a gyártók konkrétan, de vannak distributor wholesaler, akik meg nagykereskedők is, és az egyikkel. Ugye ezen szoktak fennakadni az emberek, hogy hú, manufacturer-rel akarok be. mert ők adják a legjobb árakat. Mindenki látja azt, hogy van mondjuk egy termék, amit a gyártótól be lehet szerezni két dollárért, a másnál pedig mondjuk 5 dollárba kerül. És akkor mindenki ezt a két szeret, dolláros árat szeretné megszerezni, de egyszerűen nem fogja megkapni, mert a gyártó nem fog foglalkozni 10 darab terméknek az eladásával. Tehát nem az az üzleti modellje, nem éri meg nekik vele foglalkozni, le fognak koptatni, tehát falakba fog ütközni. És ez sokaknak elveszi a kedvét, pedig igenis ki kell fizetni a nagykereskedőnek az 5 dolláros árat készen, hogyha erre van jelen pillanatban lehetőséget, akkor ezt kell kifizetni. Nagyon-nagyon sokan öm, tényleg ezzel próbálkoznak, hogy csak 5-10 terméket rendelnek, és akkor azt légi postával Én azt gondolom, hogy egyrészt hatalmas szállítási költségek, ez nagyon-nagyon-nagyon durva túlzásnak tartom, tehát hogyha mondjuk elkérnek tőle 15 000 forintot azért, hogy a világ másik feléről áthozzák, én azt nem nevezem orbitális szállítási költségnek, és azt kell nézni, hogy mennyi profitot tudsz elérni rajta. Másrészt AliExpressről szereztem be, viszont ők nem adnak számlát. Vannak sokan, akiktől csak kérni kell. Tehát van sok ember, akitől lehet kérni, és akkor szépen küldenek róla egyet hát nem egy fantasztikus lenyűgöző, lepecsételt számla, de el fogják fogadni egyébként, úgyhogy úgy, ez működik. Persze azt tudnék, hogy AliExpressen sok kínai magánszemély is kereskedik, hát meg kell kérdezni, rá kell kérdezni, van, van sok lehetőség egyébként, nem éri meg azt csinálni, hogy kiragadod azt a példát, aki pont nem adott számlát, meg aki Alibabán pont. Ilyen hatalmas szállítási költségeket tudod miért szoktak adni? Gyártók szoktak adni, hogy lekoptassanak téged. De még egyszer, a gyártó az ilyen ezres nagyságrendben szeretne eladni. Tehát nekik az az üzleti modelljük. A nagykereskedők, ők sokkal kedvezőbb feltételeket tudnak adni, szállítással kapcsolatban, meg mennyiséggel kapcsolatban, cserébe meg kell fizetni, hogy ők drágábbak. Jó, az egyenként a termékek, de azt kell nézni, hogy itt Magyarországon, vagy hát a nyugati világban, most ezt mondjuk ki, tehát azért Magyarország abszolút ahhoz tartozik amúgy, a, itt mekkora profitot tudsz elérni? És egy tehát a a, a, a keleti világnál sokkal nagyobb profitot lehet tehát hogy ez, ezeket nagyon 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 erős profitmarsokat lehet rátenni erre. Úgyhogy mondom ezt a hatalmas szállítási költség ami bizonyal minden bizonyal elakasztott téged. Ez az valószínűleg az történt hogy egy gyártóval kezdtél el beszélni aki egy nagyon olcsó árat tett elérhetővé, pont azért mert volument akarnak csinálni, 5-600 vagy 1000 darabot akarnak eladni egyszerre. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez valószínűleg egy ilyen lekoptató dolog, hogy akkor jó, ne folytasd inkább a beszélgetést, mert látják, hogy nem fogsz többet rendelni, nem fogsz ezres nagyságrendben rendelni, de kész ennyi. Azt kell nézni, ugye Alibaba mindenhol fel van tüntetve, hogy egy cég, akivel beszélgetsz, az gyártója egy terméknek, vagy csak újra eladja. Te most eleinte kénytelen leszel a nagykereskedővel beszélni. Ma már érdemes elmenni egyetemre, hogy vállalkozás elméletet tanulj. Nem. 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 Elméletetet. Elméletet tanulj. Ma már érdemes elmenni egyetemre, hogy vállalkozás elméletet tanulj. Nem. Én ugye elvégeztem a Corvinus Egyetemnek a híres neves vállalkozói szakát, és hát nagyon-nagyon sajnálom, hogy ennyi időt elszúrtam rá, mert jelen pillanatban abszolút semmit nem használok, amit ott tanultam és ezért küzdök annyira nagy hévvel ez ellen, ez a formális oktatás ellen, ugye én abszolút az önképzésnek a, meg a piaci jellegű oktatásnak a, a, a felemelkedését szeretném támogatni, és úgy gondolom, hogy a munkásságommal is szeretném egyáltalán ezeket a tanácsadó, meg tréning cégeknek egy teljesen új standardet biztosítani, hogy így, amit én csinálok, ez egy normális tréning cég. Nem az, hogy valakinek van egy tudom én, mastermind kurzussal, amiért elkér sok százezer forintot azért, hogy barátkozzon veled, hanem ez, hogy konkrét, egyértelmű um, tananyagot kapnak az emberek. Na most, az egyetemeken én, én megdöbbenek ezen, hogy én ezt a tréninget, kevesebb mint négy évet csinálom, és az alatt óriási fejlődésem ment keresztül. Tehát minden egyes fél évben hatalmas-hatalmas mennyiségű fejlesztés történik rajta. Az egyetemeken csinálják ezt sokszor 40-50 éve. 40-50 éve fejleszgetnek egy tananyagot, és nem változik semmi. Tehát, hogy, hogy nem tesznek bele aktuális dolgokat, nem tesznek bele olyan dolgokat, ami tényleg valós, kézzelfogható tapasztalat, hanem nagyon sokszor legadnak az általánosságnál, és ezt mindenképpen el kellene kerülni. Még egyszer, én, hogyha a kifejezetten vállalkozással kapcsolatban szeretnél egyetemre menni, szerintem életed legrosszabb döntése lesz. Úgyhogy, úgyhogy tényleg egyrészt az, hogy nagyon drága, másrészt az, hogy nem fogod megtanulni, amire igazából is szükséged van, a harmadrészt pedig könnyen lehet, hogy elvisz téged egy rossz irányba. Elképzelhető, hogy a tanfolyam befejezésével mégsem találom meg az ötletemet. Elképzelhető, igen, határozottan elképzelhető. Tehát én ezzel kapcsolatban, ugye, ahogy mindig mondom, nem tudok sajnos eredményeket garantálni, amit én tudok garantálni, az az, hogy a legjobb képzéshez fértek hozzá, ahhoz, hogy azt, hogy minden egyes eszköz, ami szükséges, és ami kiinduló pontot ad, hogy ki tud választani a saját vállalkozás tetedet, ahhoz minden adott, de nem tudom, helyettetek meghozni a döntést. Viszont nagyon igyekszem, hogy a lehető legnagyobb mértékben um, közelebb jussatok ehhez. Um. Az angol tudás az elengedhetetlen -e a vállalkozói léthez. Gondolok itt arra, hogy említette a külföldi kínai gyártókkal való kapcsolatot, legyen itt például a prémium mobiltelefontok akár. Na most a kínaiakkal való tárgyaláshoz, angoltudásra tudásra nagyon minimálisan van szükséged, egyszerűen azért, mert, és most nem piszkálni akarom őket, higgyetek el, egy kínai számára megtanulni angolul nagyjából 15-ször nehezebb, mint nektek. Mert a kínai nyelv ugye totálisan más alapokra épül, teljesen más a nyelvtana, teljesen más a háttere, teljesen más nyelvcsalád, nem tudnak jól angolul. Tehát nagyon-nagyon-nagyon alapszinten kell velük beszélgetni, hogy ne legyen semmilyen félreértés mert nekünk is sokszor történik az, hogy kínai próbál összeizzadni valami mondatot, vagy próbál egy viccet, és, és nekem is a csapatomból volt olyan, hogy, hogy, valaki valamit félreértett, hogy már nagyon el akarnak küldeni minket a francba egyébként. Én is elolvastam, valóban nagyon alapszinten volt megfogalmazva, meg láttam, hogy teljesen félrement a, a, szegény kínai úriembernek kapcsolat a fogalmazása, de készen egyébként egy, egy udvarias viccet akart elsütni. Szóval még egyszer visszatérve a témára, a kínai gyártókkal való beszélgetéshez, hogyha jól tudsz angolul, akkor is le kell butítani, ahogy beszélsz velük. Mert különben félreérthetnek valamit. Úgyhogy tényleg, én úgy gondolom, hogy a Google Translate-tel fordított magyar szöveg is jó nekik amúgy. És azt mondom, hogy nem elengedhetetlen, de akkor előnyt biztosít, hogy hülyeség lenne nem megtanulni angolul egy idő után. Az induláshoz nem alapfeltétel, de tagadhatatlanul, hogyha abszolút semmilyen angoltudásod nincsen, az meg fogja nehezíteni a dolgodat. Igen, egyértelműen. Viszont azt sem szeretném, hogy valaki ezt úgy értelmezze, hogy kötelező folyékonyan beszélni angolul ahhoz, hogy vállalkozok, anélkül nem vállalkozó a vállalkozó el tudsz indulni most, el tudod kezdeni ezt az egészet, és legalább van egy nagyszerű, fantasztikus indokod, hogy miért fejleszd magad ezen a téren, ahhoz, hogy termékeket szerez be, ahhoz pedig nincsen szükség jó angoltudásra. Mennyire érzed reálisnak az, hogy külföldi eladási statisztikákat nézel az ember indulás előtt, Amazon top termékek, vagy AliExpress top termékek, stb. Nem tartom egy jó ötletnek, meg is mondom, hogy miért nem tartom, tehát jó dolog ezzel tisztában lenni, jó dolog azzal tisztában lenni, hogyha egy terméket sokan vásárolnak, viszont egyrészt tudnod kell, hogy egy millió másik ember nézi ugyanezeket a statisztikákat. Másodrészt, tehát kapásból nagyobb lesz a verseny. Másodrészt, hogyha tudod azt, hogy top termék mondjuk Aliexpressen a mondjuk a smink necesserek. Jó, van, és egy smink ami iszonyatosan jól fut. Most azt jelenti azt, hogy neked azt a terméket kell elkezded árulni? Nem, mert lehet, hogy sokat vásárolnak belőle, de egyáltalán nem biztos, hogy te tudsz olyan terméket beszerezni, amit tőled szívesen, profittal megvásárolnak az emberek. Tehát mindig olyan vállalkozást kell inkább, olyan terméket kell inkább keresni, ahol úgy érzed, hogy te tudsz indokokat adni az emberek kezében, hogy miért ezt vásárold meg, és miért nem azt. Jó? Tehát, hogyha te megnézed Amazon top termékek, most egy adott kategórián belül, hogy mik a top termékek, tehát most mi, mire mész azzal, hogy tudod, hogy sok WC pumpát adnak el? Vagy, vagy hogy sok WC papír tekercselőt adnak el? Vagy, vagy mit tudom én. Ez nem jelenti azt, hogy te egy jó üzletet tudsz-e építeni egyáltalán. És most, gyorsan most, megnézem, hogy mondjuk, 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 mondjuk Health and Household ebben a kategóriában, mik a top termékek. Elképzelhető, hogy van egyébként olyan, ami ami hasznos, tehát ami, ami értékes információ a számunkra egyébként. Most gyorsan ránéztem erre, mik vannak a top termékek között, jó, nyilván pelenka, WC papír ilyenek, tehát ezek olyan dolgok, amiket vásárolnak az emberek, amik fogyó termékek. Ugye nyilván ebből nem vonja le senki azt a következést, hogy, hogy mit kell csinálnom, WC papír webshopot. Itt van egy olyan, hogy, hogy jól értem, ez ecetes és avokádós sampon. Apple cider vinegar, az, az azt hiszem, hogy az ecet a vinegar azt tudom, hogy olyan termékeket, amik márkás termékek és valamilyen extra hatóanyagot tartalmaznak, ez a sampon meg bármilyen szépészeti termék el lehet adni. Ettől függetlenül mondjuk nem javasolnám azt, hogy te indíts egy olyan sampon márkát, amiben valamilyen különleges extra alapanyag van, mert azt tényleg be kell vezetni, a kozmetikai iparág az egy, az egy hihetetlen, hihetetlen kemény piac, és nagyon-nagyon mély zsebekkel kell versenyezned, vagy például néznek, hogy itt van ez, hogy van ez a öm, haj göndörítő, és látod, hogy van rajta 11 ezer visszajelzés. Most ez azt jelenti, hogy neked el kell ezt jó termék ez a számodra? Nem, mert nem tudsz semmi olyan dolgot, hogy miért jobb ez a termék, mint a másik, és nem, tudsz, nem tudod nem eladni, mert sokan árulják, ugye másrészt meg nem egy olyan termék, amit mondjuk egy Facebook hirdetéssel oda tudsz tenni az emberek elé, hogy nézd mennyire klassz ez a hajgöndörítő, vedd meg, és azt mondja az ember, hogy hé, ez tényleg egy jó ötlet, amúgy is szükségem van most véletlenül egy hajgöndörítőre, úgyhogy most megvásárolom. Jó, szóval, szóval, oké, most értem, hogy ez egy picit olyan, olyan piac, vagy olyan termékkategória, ami nem a legjobb ebből a szempontból. Mondjuk itt vannak ugye ezek a, a különböző egészségügyel kapcsolatos termékek, Látni fogsz egy csomó bestseller terméket. De ez nem jelenti azt, hogy ez egy jó üzleti lehetőség, amit te, ami köré te kevés pénzből, megbízhatóan, kiszámíthatóan egy profitábilis online vállalkozást tudnál építeni belátható időn belül. Márpedig ezek fontos kritériumok a számunkra. Tehát jó, visszatérve még erre a kérdésre, jó tudni bizonyos dolgokról, lehet, hogy találsz valami érdekeset, de ugyanakkor egy csomó fals pozitív eredményt is találhatsz. Én sokkal jobban javasolnám, hogy nézz olyan márkákat, amiket érdemes másolni, akik tudod, hogy van egy jó pozícionálások, ami úgy érzed, hogy Magyarországon is működne, de még nem csinálta meg senki, mert ilyen lehetőségből tényleg azt mondom, hogy száz számra lehet mondani. Van néhány -e olyan oldal, ahol specifikusan a termékeket, például a kézművesek a meska.hu-n. Az minden infrastruktúra megvalami nagy előny, mi a véleményed ezekről, felmerült, hogy saját készítésű, könnyen reprodukálható termékeimet itt árusítanám. Jó ötletnek tartom bizonyos helyzetekben, tehát egyébként az egyik másik forrás, amit szoktam javasolni, ahol még tudtok szerezni ötleteket. Ugye ez a meskának a nemzetközi verziója, illetve hát nyilván ami inspirálta egyébként a meskát, ez az etsy.com, ahol nagyon-nagyon sok olyan terméket találok, ami kézműves termék, ami érdekes termék, és nagyon sok esetben olyan termékeket fogtok találni, amiket Alibaba-ról megvásárolnak, és 5-6-7 szeres áron tovább adnak. Tehát, hogyha elkezdtek nézelődni, mondjuk, ezt biztosan mondom nektek, hogy ezt a terméket azt csinálják egyszerűen, hogy megrendelik Kínából nagyon-nagyon-nagyon olcsón a nyakörvet, ugye ez egy személyre szabható nyakörve, amire rá tudják lézergravírozni a kutyusnak a nevét, meg a telefonszámot, ahol fel lehet keresni a gazdit. Azt csinálják, hogy megvásárolják Libabáról, és utána van egy lézergravírozójuk, ráteszik a, a, a amit itt meg kell adni, tehát itt a személyre szabási lehetőséget, és eladják 14 ezer forintért. Na most én úgy gondolom, hogy amennyiért vásárolták az eredeti nyakörvet, az nagyjából. Hát úgyse, szóval, hogy ilyen két és fél és négy dollár között. Tehát ilyen, ilyen kb. ilyen 750 és 1200 forint között van minden bizonyal. És azért, mert minőségi terméket kapnak, a lézergravírozás az miután megvan a gravírozó, azután ingyen van egyébként, azért egy olyan gravírozó, ami fémet is tud gravírozni, az drágább, de cserébe azt lehet csak bérelni is. Tehát vannak olyan cégek, amik lézergravírozással foglalkoznak, lehet azt csinálni, hogy csak beviszed a terméket, meg egy kis jegyzetet, hogy ezt akarod rátetetni, működik, szóval egyszerűen is nagyon-nagyon sok ilyen kézműves jellegű termékötletet lehet találni. Az induláshoz jó lehet a meska.hu-n indulni, tehát működik, lehet vele profitot elérni, és könnyen elképzelhet, hogy az első vásárlásaidat onnan megszerzed, de ott soha, ne, tehát azzal mesterségesen lekorlátozod a vállalkozásodnak a pénzkereseti potenciáját. Tehát ott ugye levesznek egy százalékot, nem éri meg neked annyira a hirdetni, nem éri meg annyira, nem tudsz, nem tudsz, annyira egy jó ügyfélszerzési metódust kialakítani, hanem mindenképpen, mindenképpen bizonyos limitek köré vagy szorítva. Még egyszer, én úgy gondolom, hogy az első vásárlásoknak, az első rendeléseknek a megszerzéséhez jó. De gondolj bele ebbe, hogy mondjuk eladsz a meska.hu-n, mondjuk eladsz havi 50 darab terméket havi 50 darab terméket, abból neked elképzelhető, hogy van egy korrekt mellékkereseted. Tehát a, tudsz rátenni akkora profitot, hogy az neked egy korrekt mellékkeresetet biztosítson. Hogyha kialakítasz egy saját brandet, egy saját márkát, egy saját weboldalt, saját ügyfélszerzést készítesz hozzá, akkor könnyen elképzelhető, hogy az a havi 50 vásárlás hirtelen havi 150 vásárlás lesz, és van még hely a bővülésnek, nagyobb profit van rajta, és nem csak egy kis mellékkeresetet van, hanem abból már meg tudsz élni. Szóval itt, itt azt akarom mondani, hogy ennek a, a dolognak, hogy megvan az infrastruktúra, meg ilyenek, tehát hogy már csak be kell regisztrálni és feltölteni a képeket, ennek vannak előnyei, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly hátrányai. Oké? Okay? Úgyhogy mind a kettőt érdemes figyelembe venni, én maximum azt javasolnám, hogy itt induljatok el, de ez az etsy.com, komoly, hogy felmerült, ez szintén egy nagyon-nagyon jó lehetőség amúgy, hogy találjatok még ötleteket. Optimális esetben 8 órás munkaviszony mellett napi heti szinten mennyi időt kell fordítani a gyorsítóság tanulására, alkalmazásba, ültetésére? Hát optimális esetben minél többet. Tehát az optimális az az, hogy teleg ahhoz, hogy rövid időn belül érjen el látványos eredményeket, ahhoz tagadhatatlanul nagyon fókuszáltan kell dolgozni. Ami időigényes, ami energiaigényes. Én azt szoktam mondani, hogy amit minimum, amit javaslok, az az, illetve amit érdemes megcélozni, az a heti szinten, hétvégenként minimum 2 darab napszak, tehát délelőtt vagy délután vagy hát nem kell az egész délután rászánni, de de hetente 2 darab 4 órás időszak, és hétköznapokon még kettő darab két órás időszak. Tehát ez azt jelenti hogy ez heti 12 óra, és ez már feltételezi azt, hogy kihasználod a tréninget teljesen. Tehát nem az, hogy próbálsz valamit nagyon cifrázni. Nagyon sok embernél azt látom, hogy hihetetlen mennyiségű időt szúrnak el, meg nagyon nehézé teszik a maguk dolgát azzal, hogy cifrázni akarják a dolgokat. Tehát hogy á, valami nagyon egyedit akarok csinálni. Á, én a weboldalamon azt szeretném, hogy ilyen legyen, meg mit tudom én. Á, nem nézem a, a külföldi példát, hanem majd én inkább kitalálom a nulláról. Ezzel hetekkel hosszabbítják meg a a, a, sikerig vezető utat, és könnyen elképzelt, hogy annyira, soka, annyira nehézé teszik a maguk dolgát, hogy el is páralog a motivációjuk. Szóval sok mindentől függ ez, nem csak az időtől, attól is, hogy mennyire teszed magadnak nehézé a dolgodat, mert azt vettem észre, hogy van néhány ember, aki nagyon, hát most hogy mondjam szépen, nagyon gátlástalanul vesz át ötleteket külföldről, nem foglalkozik azzal, hogy neki valami szuper egyedi terméke legyen, csak azzal foglalkozik, hogy eladásai legyenek, és éppen ezért ők nyílegyenesen, lézerfókuszáltan tudnak haladni, ők tényleg hónapok alatt, hónapok alatt iszonyatosan szép eredményeket tudnak felmutatni. Úgyhogy tényleg azon túl, hogy mennyi időt szánsz rá, még több tényezőt is figyelembe kell venni. Én most elmondtam, heti 12 óra szerintem az, amit, amit legalább érdemes megcélozni akkor tudod tartani a lépést a tréningnek az anyagaival, de minden bizonyal lennél többre lesz szükség összességében. Még egyszer, 12 hét, az alatt 12 óra, ami szerintem meg tudja változtatni valakinek az egész életét, ez a legjobban megtérülő idő és energia befektetés lesz az egész életedben. Tehát nem azt kell nézni, hogy ó, a gyorsítóságra mennyi időt tudok szánni, hanem azt, hogy Jézusom, miért szánnék bármire időt a gyorsítóság helyett? Szia Ádám, nagyon várom már a gyorsítóságot. A kérdésem az lenne, hogy még mindig úgy látod, hogy full funnel marketing kivitelezőkre van kereslet itthon, értek a weboldal készítéshez, több rendelés is kaptam már, a hirdetéskezelés is mostanom, nem tudom, hogy ez eléggé pozícionál terület-e. Úgy látom, hogy nagyon telített a piac, hogy látod elindulni ezzel az ötlettel, mennyire állja meg a helyét, mennyire tudok gyorsan haladni ezzel az ötlettel. A lényeg, hogy full funnel marketing kivitelezőknek, tehát aki mindent meg tud csinálni marketingesként, nekik is azt javaslom, hogy egy célpiacra koncentráljanak és nem akarok ötletek, vagy nem akarok példákat mondani, mert több kliensem mostanában nagyon-nagyon szépen megtalálta a maga réspiacát, és akkor az, vagy van egy, egy közönség, egy bizonyos munkaterület, akiknek begyakorolta, hogy mik a legjobban működő Facebook hirdetések, mik a legjobban működő Google hirdetések, mik a legjobban működő keresőoptimalizálási megoldások, mik a legjobb, mit érdemes odaírni a weboldalra, hogy az emberek foglaljanak időpontot, és akkor lényegében egy full funnel marketing kivitelezőként dolgozik, de úgy szerez ügyfeleket, hogy kifejezetten egy adott célpiacra koncentrál. Tehát valóban azt, hogy én full funnel marketing kivitelező vagyok, haha, -ha, gyertek kliensek, azt úgy nem tartom egy jó pozícionálásnak. Hogyha te egy adott célpiacnak, például a mondjuk tanácsadóknak, vagy például személyedzőknek, vagy például fodrászoknak ismered, hogy mik a legjobban működő marketing megoldások, és mindent meg tudod építeni a számukra, azt már egy sokkal-sokkal-sokkal jobb megoldásnak tartom. De ezt a kezdettől így javasoltam amúgy. Szóval az, hogy én weboldalakat készítek, hát én, én ismerett értek a hirdetéskezeléshez is, és akkor én vagyok a full funnel marketing kivitelező, ilyet én soha nem mondtam, ott is szükséges az, hogy egy célpiacra fókuszálj. Ádám, én egy karkötős weboldalt készítek szintúgy, szerinted ha a termékeket úgy válogatom össze, hogy lesznek benne gyöngykarkötők és személyre szabható karkötők is, az nem fér meg együtt. Nem is igazán pozícionálás, és még lenne benne egy jótékonysági vonal. Hogy lehet ezt úgy pozícionálni, hogy pozíció legyen, véleményed szerint. Mm, Oké, okay. a lényeg az, hogy ne induljatok el túl sok dologgal, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz ugye, erre a pozícionálásra figyelni. Semmi nem tart vissza attól, hogy miután elkezdődött, amiután bejönnek a rendelések, amiután jönnek már a, az érdeklődők, azután elkezd bővíteni a tevékenységedet, de nagyon fontos lenne, hogy amikor elindulsz, akkor ne legyen több fajta terméked. Jó? Még egyszer, ezt a későbbiekben, amikor már megszerez az első rendeléseket, meg az első 50 rendelést mondjuk, akkor el tudod kezdeni, és majd tudod bővíteni a későbbiekben. De én például itt jelen pillanatban inkább a személyre szabható karkötőkre koncentrálnék a helyetben, de lehet, hogy a gyöngykarkötőknél találsz egy olyan egyedi megközelítést, ami kiemeli a tömegből. Jó, de ez nagyon-nagyon fontos ebben az esetben, hogy, hogy ezen a vonalon gondolkoz, tehát hogy így gondolkoz, hogy kik lesznek a vásárlói, miért fogják ezt megvásárolni a többi termék helyett, amik elérhetőek a piacon. Szia, Ádám, jelenleg van egy könyvelő vállalkozásom, ami az a jövőben szeretnék felépíteni egy online ügyfélszerző rendszert, az általad oktatott marketing kivitelezés tudással. Ha ez a felépített rendszer bizonyítottan generál új klienseket, akkor szerinted érdemes felépíteni egy tanácsadó vállalkozást céltottan könyvelő irodák részére? Pontosan ez, amit javaslok. Jó, tehát hogy ez, ez a több tréningemmel is felmerült már ilyen webinárokon például, ugye én is pontosan ezt csináltam, megtaláltam magamnak az ügyfélszerzési megoldásokat, utána elkezdtem eladni a megoldást. Jó? Tehát határozottan javasolnám. Ez, 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 a, ez a legjobb lehetőség, amit ki tudsz bontakoztatni hogyha működnek a dolgok, akkor már kettő dolog van a kezedben, egyrészt tudsz ügyfelek, egyrészt a saját vállalkozásodnak vannak ügyfeleim, másrészt pedig el tudod adni a megoldást, tréning vagy szolgáltatás formájában más hasonló vállalkozásoknak. És nem kell attól tartani, hogy ha oh, hogyha mindenki ezt csinálná, akkor az, az nem működne. A legtöbb ember nem elég szorgalmas, a legtöbb ember nem elég igényes, hanem pontosan arra várnak, hogy valaki segítsen benne. Most mennyi olyan könyvelőiroda van, aminek tényleg jól kitalált ügyfélszerzése van. Nem sok. Én talán egyet tudnék mondani. És el tudod képzelni, hogyha odamész te, tehát egy könyvelőként látszik, hogy ki van találva, odamész egy másik könyvelőrodához, hogy Figyú, mi lenne, ha megcsinálnám ezt neked, én úgyis csak x mennyiségű kliens tudok kiszolgálni, megcsinálom neked, x forintba kerül, ami az x az egy 6 nem egyessel, nem kettessel kezdődő összeg. Oké, okay. valaki ezt megvásárolja, mert könnyedén megtermeli ezt a költséget. Utána pedig tudsz csinálni, ezt meg tudod ismételni, és másoknak is el tudod adni, vagy pedig egy tanácsadó vállalkozást is létre tudsz hozni, tehát ezt tanácsadóként és szolgáltatóként is lehet végezni. Üdvözlet! én azt szeretném kérdezni, hogy ha most kifizetem az első hónapot, utána ki lehet fizetni egybe a maradékot. Köszönöm. Tehát, hogy hogy írsz nekünk egy e-mailt, akkor találunk el megoldást. Én azt nem értem, hogy ha ki tudod fizetni a maradékot, akkor igazából kifizeted egyben most is, szóval nem tart vissza semmi, de a lényeg az, hogy elképzelhető, hogy mondjuk mint csak jövő hónapban tudnád kifizetni az egész maradékot, ír nekünk egy e-mailt és megoldjuk természetesen. Jó, tehát erre, erre mindig szoktunk megoldást találni természetesen, igen. Idén érettségizem és szeretnék egy vállalkozást indítani, nyilván már most is előre dolgoznék, viszont az előre látható nehezebb gazdasági tekintetre ne gazdasági helyzetre való tekintettel, a hogy erre gondolsz. olyan területen gondolkozom, amire állandóan van kereslet, mivel szükségleti cikk legyen, akár fizikális, akár szellemi. Itt megrekedtem, mivel semmi sem jut eszembe. Ennek szeret szeretnék ötlet, segítségeket kérni. Elolvastam a 30 vállalkozás és nem gondolnám, hogy ezekre nehezebb gazdasági helyzetben is lenne kereslet. Mik azok a, akár konkrét területek, amiket te alkalmasnak látsz megvalósítása ilyen kritériumokkal? Figyeljetek, azt örülök, hogy szemmel láthatóan az én közönségem nem él abban a delíriumos állapotban, hogy a mostani gazdasági helyzet az, az örökké fog tartani, mert nem. Tehát gazdasági ciklusok mindig vannak, ugye ezt többször említettem, többször írtam lóra, nagyon örülök, hogy, hogy ezt átlátjátok. Azért érdemes azt megnézni, hogy 2008-2009-ben a, a, nagy gazdasági válságban ugye mennyire estek vissza bizonyos cégeknek a, a bevételei, és főleg, hogy mennyi ideig. Látni fogjátok azt, keresetek rá, hogy a Nike-nak, vagy mondjuk az Adidas-nak, vagy mondjuk a, a Mercedesnek mennyire estek vissza az árbevételei, és mennyi időre. Azt fogjátok látni jellemzően, hogy 2007-ről 2008-ra volt egy hát átlag ilyen 30-40 os esés, viszont 2009-ben már teljesen visszanyerte a legtöbb ilyen vállalkozás az erejét. Szóval a válságban is sokan vásárolnak. De nem az történik, hogy teljesen megszűnik a vásárlás, és senki nem költ semmire. A legtöbb ember észre sem veszi, hogy válság van egyébként. Tehát ez, ez azért ne, ne egy ilyen bináris dologként gondoljátok, hogy örült költekezés van, egyszer, egyszer csak nincsen semmilyen költekezés, ez nem így szokott működni. Minden válságban vannak olyan emberek, akiknek nagyon sok pénze van, aki kifejezettel felvágazza, hogy neki a válságban is nagyon sok pénze van. Úgyhogy én mindenképpen valamilyen prémium termékre koncentrálnék, inkább azt egy luxus termékre koncentrálnék, ami pofátlanul fel van árazva, az fog működni a legjobban egy válság esetén. Mert ugye mi szokott történni a válságban, az alacsony bevétellel rendelkező emberek, ők nagyon-nagyon-nagyon visszavesznek a fogyasztásból, tehát ahol tényleg csak az ár számít, azok a vállalkozások sajnos tönkre fognak menni. Tehát azok a vállalkozások, amik az elmúlt tíz évben arra építkeztek, hogy igen-igen, a vásárlóink azok nem tudnak magasabb árakat megengedni, úgyhogy azért kérünk el ennyit, na no, azok tönkre fognak menni. Azok a vállalkozások, amik egy prémium terméket árultak, vagy egyenesen luxus terméket árultak, azoknak, azoknak töretlenül fog menni egyébként az üzlet. Nagyon-nagyon rövid ideig lesz visszaesés, és csak emiatt, hogy válság lesz, emiatt ne, ne ez legyen az egyetlen motiváló tényező, ne ez vezessen téged, mert valóban ez, ez mondjuk úgy, hogy a, neked a haladásodat befolyásolni tudja, mondjuk olyan 5-10 százalékkal. Jó? hogyha teljesen ez alapján hozod meg a vállalkozással kapcsolatos döntést, az 100%-ban meghatározza. Tehát ugye maga a probléma, az csak egy kicsi súlyjal van benne az egyenletben, az, hogyha te nagyon-nagyon-nagyon a probléma köré szervezed a döntéseidet, az 100%-ban befolyásolja a döntésed. Jó? Tehát mindenképpen azt mondanám, hogy érdemes néz... érdemes egy kicsit azért utána nézni az előző válságnak is, mi történt pontosan a, a cégekkel, mennyi idő alatt tudták egyébként újra felépíteni magukat, úgyhogy ezzel érdemes tisztában lenni, és még egyszer, a válságban is sokan vásárolnak. Érdemes azt nézni, amit a középosztály és amit a kifejezetten gazdag emberek vásárolnak, de tökéletes szintén én, én eddig is ezeket javasoltam. Szóval, amik a mi vállalkozás javaslok jellemzően, azok ennek a felítelek megfelelnek. Problémám az első készlet beszerzése, melyik oldalat ajánlott utazással kapcsolatos termékek beszerzésére kb. 5000 500 forintból. Hát az utazással kapcsolatos termékek az egy eléggé tág dolog. Hmm. Hát, hogy a jól értem, utazást kényelmesebbé tévő, komfort cikkekről van szó és csak azt tudom mondani, hogy érdemes kiválasztani egy olyan terméket, ami kifejezetten jól működik ezen az adott piacon. Nem feltétlen ragaszkodnék a helyetten az utazással kapcsolatos termékekhez, mert azért az egy kicsi bonyolultabban megvalósítható dolog, és nagyobb és drágább termékeket kell általában forgalmazni. Úgyhogy hát a, a, a az utazással kapcsolatos termékekből az, amit néhány termékkel lehet indítani, az jellemzően valamilyen táska, vagy valamilyen, valamilyen tartó eszköz. De azok, azok drágább is beszerezni, ha csak nem egy nagyon prémium termékről van szó, akkor, akkor kifejezetten nehéz lesz eleint eladni. Szóval meg lehet csinálni, egyértelműen meg lehet csinálni egyébként kínai termékekkel, de én úgy gondolom, hogy ezzel a vállalkozás ötlettel, ha csak nincs valami olyan dolog, valami okos ötlet, ami egy kis járnyalja a helyzetet, akkor eléggé nehézé teszed a magad dolgát. Alsóról ez az ott importálnék szomszédos harmadik országból, termék származási helyét, ebben az esetben érdemes hogy ez egy szomszédos harmadik országból. Ez, hogy jól értem, igazából arra gyanakszom, hogy Szerbiára gondolsz, mert hogy az ugye a harmadik ország az, az szokott lenni, hogy EU-n kívüli ország. Na most ebben az esetben ez nem feltétlenül számít, hogy EU-s vagy nem EU-s, mert ugye nincsen második ország, ami említünk. Megmondom az őszintén, nem, nem, nem tudom pontos az alsó ruházatoknak a származási helyének a feltüntetésének a szabályozását. Úgyhogy nem fogok tudni biztosat mondani erre. Hogy a érdemes érdemese hangsúlyozni. Én nem hiszem, hogy bárki vásárolna a szurulázatot azért, mert X vagy Y országból van ha csak nem Japánból, vagy amerikaiak az amerikai terméket preferálják. Én nem hiszem, hogy bárkinek preferencia lenne itt, itt Magyarországon. Inkább a márka az, ami sokkal jelentősebb. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi a véleményed egy olyan hátizsák márkáról, amely az Urban Style egyik fontos kiegészítője, és szabadúszóknak, videósoknak, kreatív munkát végzőknek, egyetemi másnáknak és csatolva lenne egy jótékonysági program, hogy az egész pentartható módon lenne megvalósítva, első körben erre gondoltam ez az ötlet egy nagyon jó megvalósítást kíván. Tehát, hogyha ebbe belekezdesz, akkor ott több éves elköteleződésről beszélünk. Mert ez mondjuk egy jó ötlet volt 5-6 évvel ezelőtt. Jó, tehát hogy akkor azt mondom, hogy ötletnek kiváló, mert akkor kezdett el ez, ez a hátizsákos utazáséles éles stílus elterjedni, most pedig azért már az nagyon egy olyan, olyan fázisában van, ami azért Azért már, hogy benne vagyunk a ciklusban, nagyon-nagyon-nagyon, és, és egy picit elítődött is a piac, vannak kiváló megoldások, szerencsére. Fentarthatóság, ez sok divatmárkánál fontos, és, és sajnos, hát lehet, hogy csak nekem van egy kicsikét ezzel kapcsolatban túl sok információm, lehet, hogy az átlagember nem ismer ennyi fenntartható ruhamárkát, meg táskomárkát, én én nagyon sokról tudok, és összességében azt mondanám, hogy jó ötletnek tartom, viszont fel kell rá készülnöd ismét, hogy ez, ez egy, ez egy hosszú távú elköteleződés, ez egy nagy elköteleződést igénylő dolog, amiről most te beszélsz. Tehát akkor egy több éves elköteleződésről és jelentős pénzösszegnek az elkötelezéséről beszélünk. Máshogy nem érdemes belevágni. Egy telefontok webshoppal általában úgy érdemes elindulni, hogy az összes márka összes modelljére raktárkészletet tartok. Mi most csinálunk egy telefontokos márkát is, és csak a eleinte csak a legnépszerűbb prémium telefontokok lesznek benne. Tehát az iPhone iPhone-oknak az összes verziója a 5-ösig bezárólag, és a Samsungokból az újabb termékek, a népszerűbb termékek, meg a huawei az újabb termékek, és abszolút nem gondolom azt, hogy szükség lenne arra, hogy minden modellből legyen, mert iszonyatos mennyiségű, iszonyatos mennyiségű, iszonyatos mennyiségű telefon van, ugye, és hát most hogy mondjam, az Apple termékekre mindenképpen érdemes koncentrálni, mert sokat költenek rá a vásárlóik, és lehet őket célozni Facebook hirdetésekkel közvetlenül, ami egy óriási-óriási dolog. Ugye ki lehet választani egy hirdetésnél, hogy te ezt a terméket, csak olyan, ezt a hirdetést csak olyan, olyan embereknek akarod megjeleníteni, akik iOS-es terméket használnak, tehát hogy vagy iPad-en, vagy, vagy iPhone-on, vagy pedig megintosan nézik, meg kell nézik, a, 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 böngészik az internetet, mondjuk a Facebookot, ugye. Ugye akkor kapásból tudod, hogy ők egy Apple terméket használnak, minden bizonyal a többi termékük is Apple, úgyhogy ebből kifejezik egy viszonylag jó tipp, hogy, hogy akkor nekik egy iPhone telefontokra szükségük van. Hát, szia Adam, az imént fizettem be az első részletet a gyorsító 7.1-re. Köszönöm szépen a bizalmat. Vannak ötleteim, azonban még elég bizonytalan vagyok. Egyik a sok közül, ami elég kattogok viszont, a környezetbarát háztartási dolgok. Gondolok itt például a környezetbarát mosogató kefére, fogkefére, fésőre, stb. Mi a véleményed erről? Hogyha most befizettél a gyorsító 7.1-re, akkor ugye az azt jelenti, hogy a mai napon még van lehetőség arra egy ilyen exkluzív bónuszként, hogy hogy átbeszéljük majd a későbbiekben ezt a vállalkozásodat, és hát csak mindent mondanék ezzel kapcsolatban, nem most gyorsan megragadom, ez a reklám helye, a gyorsítóság 7.1 tréningre, hogy jelentkezzetek, itt van tacitproject.hu per gyorsítóság, egy rendkívül, rendkívül barát, most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy túlzottam baráti árazással, amit, amit megadtam, úgyhogy használjátok ki ezt a lehetőséget, az első napon ráadásul ugye van egy ilyen exkluzív bónusz, ahol is, Lehetőséget nyitok arra, még 2 óra 47 percen keresztül, hogyha megvásárolod, akkor ezt a bónuszt megkapod. Konzultációt tartok az e, a vállalkozás ötleteddel kapcsolatban, és adok tippeket arra vonatkozóan, hogy pontosan hogyan tudod azt megvalósítani. Lényegesen-lényegesen több uh, példával is jobban a mélyre ásunk ennek, mint most itt ezen a kérdezfelelek webináron. Szóval a környezetbarát mosogató kefe, fogkafe, fésű, ebből biztos, hogy el lehet adni, tehát biztos, hogy meg tudod szerezni vele az első rendeléseidet, ami tök jó. Tanuló projektnek valami ilyesmit szoktam javasolni, mert ez ad egy magabiztosságot az embernek, hogy, hogy akkor ez, ez, már tudom, hogy hogyan lehet ügyfeleket szerezni, látom azt, valóban meggyőzöttem arra, hogy vannak vásárlás, hogy lehet ilyet csinálni, hogy valaki rákattint a hirdetésemre, és utána megvásárolja a terméket, de igazán nagy profit lehetőséget, azt mondom, hogy lehet vele profitot csinálni, de azért egy idő után látni fogjátok azt, hogy mivel érdemes igazán foglalkozni, mi az, amivel igazán érdemes építeni az életedet, úgyhogy, és, és azt gondolom, hogy környezetbarát mosókefével, mosogatókefével, meg, meg fókefével nem fogod ezt tudni megteremteni. Tehát van sok környezetbarát termék, amivel ezt meg lehet csinálni, és beszéltünk róla majd a konzultáción, de én úgy gondolom, hogy egy fogkefére nem, vagy egy mosogatókefére messze nem lehet elég sok profitot tenni, messze nem lehet elég vásárlót kiszámíthatóan szerezni hozzá, hanem inkább arról van szó, hogy, hogy ez az első, megszerz, első hirdetéseknek a hirdetéseknek, rendeléseknek a megszerzésére alkalmas. De akkor ezt majd részletesebben átbeszéljük később. Szia, az van -e a kérdés, hogy szeretném ma megvenni a tréninget, köszönöm szépen a bizalmat, de a számla a vállalkozás nevére kellene, hogy szóljon. A vállalkozói számláról csak utalni tudok, mert nincs hozzá kártya. Hogyan oldható meg? Um, Hát, hogyha jól értem, a probléma az, hogy részletfizetéssel szeretnéd megvenni, viszont ez probléma, ugye, hogy részletfizetést az csak bankkártyával lehet feladni, mert mindig nagyon-nagyon nehéz könyörögni az embereknek, hogy utalják már el a pénzt, amikor aktuálissá válik. Tehát akkor egy ilyen oda-vissza levelezés szokott lenni. Hát az, a, a teljes árat ugye tudod rendezni banki utalással minden probléma nélkül, tehát ugye, hogyha feladod a rendelést, akkor. Akkor ugye a banki utalás fel van kínálva lehetőségként, részletfizetésnél nincsen. Küldj nekünk egy e-mailt egy, 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 egy e ezzel kapcsolatban, és akkor ezt megoldjuk neked. Jó, de természetesen a, a számla a vállalkozás nevére kellene, hogy szóljon. Ezt, ezt nyilván így állítjuk ki, tehát ezt minden esetben így állítjuk ki. illetve hogyha a teljes összeget szeretnéd elutalni egy összegben, akkor az minden probléma nélkül megoldható, a részletfizetéssel akkor küld nekünk egy e-mailt az infokokat ra Mindenki másnak is ezt javaslom, hogy kérdés van infokokatstacitproject.hu, és megoldjuk. Mit gondolsz, a magyar piac készen áll az előfizetéses termékekre, például a Shave Club, Statisztikák alapján még mindig nagyon magas az utánvétes fizetések aránya, ha még a bankkártyától és fél a piac be tudja fogadni a visszatérő fizetéseket, ami havonta fogy. én ezzel kapcsolatban nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni. Azt mindenképpen mondom, tehát nagyon nehéz, nagyon sok mindentől függ piactól is, megoldástól is, terméktől is, tehát ezzel kapcsolatban általánosságot mondani szerintem nem lehet, vagy felelőtlen dolognak tartom. Hogyha valaki valamilyen feliratkozásos dologban gondolkozik, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy próbáljátok meg tőkét bevonni rá. Mert a feliratkozásos termékek jellemzően költségesek. Ahhoz, hogy kiépítsd a közönséget, ahhoz, hogy elkezdjen megtérülni a befektetés, ahhoz idő kell. És magán személynek ritkán van annyi félretett tőkéje, hogy ezt tudja bírni, miközben viszont van azért egy nagyon-nagyon um, túl burjánzó kockázati tőkepiac itt Magyarországon, talán hallottatok már a High Ventures-ről, vagy különböző kockázati tőke befektető cégekről, vannak ilyenek bőven angyaltőkések és kockázati tőkések is, és például a kokáért van ez a High Ventures, ami és meg kell néznem, hogy a befektetési van most nem olyan régen megemelték az összeget, amit adnak első körben, Igen, ez az inkubáció és befektetési konstrukció, az azt jelenti, hogy, hogy ezt ötletre is meg szokták adni egyébként. Tehát, és ezt mondjuk jó nagy hülyeségnek tartom, hogy, hogy 9%-ot kérdek és 15 millió forintot beletesznek, bizalmat megelőlegezendő... Hát most el tudjátok képzelni, hogy ez a vállalkozás nyilván nem piaci alapon működik, amúgy, hanem jó nagy eu támogatásokból. De ezt a lehetőséget érdemes kihasználni, mert ugye nem ti használtak ki, akkor kihasználja más. Jó? Tehát, hogyha te jó, ki tudsz találni egy jó öm, feliratkozásos terméket, akkor én azt javaslom, hogy fordulj mindenképpen egy ilyen céghez, szerez rá kockázati tőkét, és abból valósítsd meg. Ne a saját megtakarításodból, ne abból a pénzből, amit félreteszel mondjuk marketing kivitelezéses munkákból, mert arra az nem lesz elég. Jó? De cserébe ez a feliratkozási üzleti modell egy olyan dolog, amit kifejezetten egy ilyen innovatív dolognak tartanak, és külföldön már jól működik, ne a saját pénzedből akart kitalálni, hogy működik-e, ne is bankhitelből akart kitalálni, hanem itt vannak ezek a cégek, amiknek az a dolguk, hogy kihelyezzenek EU-s EU-s alapokat, és ahogy látod, egyébként már egy ötletre is tudnak jelentősebb pénzeket adni, úgyhogy én ezt mindenképpen így csinálnám a helyetben. Én coaching vállalkozásban gondolkozom, most indulnék vele, de idő, mire felépítem az én márkámat. Hát az biztos. Szerinted mivel érdemes indulni, vagy például egy webshopból felépülni egy tapasztalat, utána átállni a üzlet építésre, nem tudom mennyire kemény ezt felépíteni. Hát ezzel kapcsolatban is eléggé, eléggé nehéz általános tanácsot mondani. Hmm. És, és nem is fogok tehát nagyon sok minden, hogy a te személyes tudásod az milyen? Hogy egészen pontosan mivel foglalkozna a coaching vállalkozás? Mi a jellegű problémának a megoldására? Hogyha én azt javasolnám azért leginkább, hogy ha coachingot csináltok, akkor üzleti ügyfeleitek legyenek, nem magán személyek, Tehát ahhoz, az nagyon nehéz. A legtöbb magánembernek nem igazán van motivációja, meg nem igazán van jelentősebb mennyiségű elkölthető pénze arra, hogy coachingot vásároljon. Miközben cégeknél sok embernek már már ö, 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 benne van ugye a munkavállalóknak, mondjuk középvezetőknek a szerződésében, hogy nekik X órányi coachingot a cégnek állnia kell. Tehát hogy ez benne van a munka szerződésében. Az üzleti életben sokkal magasabb összegeket lehet elkérni, sokkal nagyobb a meglévő igényre, és sokkal motiváltabbak egyszerűen a vásárlók, úgyhogy ha valami általános tanácsot kell mondani, akkor mindenképpen azt javasolnám, hogy indulj el a coachinggal, ne akarjál én márkát építeni, én márka az leginkább akkor kell, hogyha, hogyha egy tömegpiacra célzol, tehát magánszemélyekre. Az üzleti életben bőven elég az, hogyha neked van egy hitelességed, hogy egy konkrét problémát meg tudsz oldani, az nem kell, hogy nagyon ismert legyél. Tehát ahhoz elég, hogyha néhány száz ember tudja, hogy te x problémában megoldásokat tudsz nyújtani, és akkor egy sokkal-sokkal kisebb, szűkebb körű vállalkozással is jelentős profitokat tudsz elkönyvelni. Még egyszer, hogyha az üzleti életben olyan problémákat tudsz megoldani, amik több pénzt termelnek, vagy vállalkozóknak, vagy magasabb keresetű embereknek, vagy cégeknek azt nem javasolnám, hogy egy webshopból felépülne a tapasztalat után, nem, hogyha coaching akarsz foglalkozni kifejezetten, akkor, akkor coaching jellegű vállalkozást építges. Időbe telik egyértelműen, de egy nagyon kifizetődő dolog, amint ezt elérted, és amivel könnyebbé tudod tenni a dolgod, az az, hogyha az üzleti szférára koncentrálsz az üzleti problémák megoldására. Nem költséges -e úgy terméket fejleszteni, hogy helyileg Kínában van a gyártás? Ha maradunk a karkötőnél, és mondjuk 2 3 három strasszal akarom, akkor az már egyedi rendelésnek, fejlesztések minősül gondolom. Egyáltalán nem. Jó? Tehát, hogy nem, 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 nem. Meg, hogy nem költséges úgy terméket fejleszteni, hogy Kínában van a gyártás. Ezt elmondom neked, hogy Magyarországon nem fogsz találni karkötő gyárat. Tehát olyat, aki, aki ipari mennyiségben olyat csinál, hogy, hogy mit tudom én, ő legyárt x gyöngy karkötőt, nem fogsz találni. Tehát, hogy le, le, lehetnek kis kézműves helyek, amik, amik mondjuk um, néhány százat esetleg több hét munkavállalási idővel el tudják vállalni, de, de az, az, mondjuk szerintem egy komoly szűk keresztmetszet lehet. Úgyhogy úgy az, 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 egy nem egy kiszámítható partner. Tehát magyar gyárat nem nagyon fogsz rá találni. Magyarországon tudod, hogy mit gyártanak? Ilyen, ilyen szilikonkarkötő vackokat, ilyen, ilyen promóciós cuccokat főleg. Tehát azt gyártják. Úgyhogy a legtöbb esetben nincsen választásod, Kínában kell gyártatni, mert máshol nincsen olyan gyár, ami ezzel foglalkozik. Jó? Illetve a kettő helyett három stresszel akarom, ez egyáltalán nem, nem számít egyedi fejlesztésnek, tehát itt ebben nincsen semmi bonyolult dolog. Mi is az egyik karkötőnél, a karmavidánál pont, ugye az, ami, amit beszélek, mert kettő karkötő már kell csinálunk, a, a karmavidánál szerintem nagyjából olyan nyolcszor vagy 9-szer megváltoztattuk, hogy mi lesz a termék, hogy fog kinézni, tehát milyen, milyen, milyen technikával készül. Mindegyikre van egy bejáratott megoldásuk, és meg tudják csinálni, tehát hogyha mondjuk egy, egy gyöngyöt le akarunk cserélni, vagy mondjuk azt akarjuk, hogy más stílusa legyen. Tehát van egy katalógus, amiből összerakják a lehetséges megoldásokat, és, és Tudod, hogy mennyit változik az ár? Volt olyan, hogy csökkent az ár, volt olyan, hogy egy kicsit nőtt, de akkor is kb. ilyen 40 centtel. Kértünk valamit, ami nagyon prémium dolognak számít már, és rászámoltak mindegyes karkötőre kb. 100 forint extrát. Szóval, szóval azért az, 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 nem tartom egy óriási fejlesztési költségnek idézőjelesen. Jelenlegi munkahelyem elhagyom egészségügyi okokból kifolyólag, Egyes elsősorban egyéni vállalkozóként próbálnék érvényesülni, mint grafikus, de 3D nyomtatáson is gondolkozom. Különböző egyszerűbb háztartási irodai eszközök, különböző műanyag alkatrészek vagy megrendelésre mondhat, bármilyen eszköz alkatrész gyártására. Mi a véleményed, mennyire lehet életképes egy ilyen egyéni vállalkozás? Én nem tudok olyan vállalkozásról, ami így működik 3D nyomtatással. Lehet, hogy te ismersz, de ott is azt tudom mondani, ami korábban felmerült, hogy magánszemélyeknek műanyag alkatrészeket nyom, vagy, vagy esk, bármilyen eszközt nyomtatni, hát azzal nem fogsz tudni. Irodai eszközöket 3D nyomtatni, ez, ez nem egy üzlet. Inkább amit tudsz csinálni, azt háromdimenziós modellek, tehát mondjuk egy háznak a kézzel fogható modelljét elkészíteni. Na ez mondjuk egy jó ötlet ez mondjuk van egy üzleti prezentálhatósága, amit szívesen megvennének mondjuk ingatlanosok, magasabb értékű házak esetében, hogy egy ilyen kicsi modell néhány órán belül el tudjon készülni a potenciális vásárlónak, és akkor meg lehessen mutatni egy ilyen kis maketten. Ez mondjuk egy életképes ötlet. Az, hogy én nem tudom, hogy egy mesterember, egy szakember szívesen dolgozna egy műanyag alkatrészsel, szerintem nem, vagy legalábbis itt Magyarországon nem. Miközben ugye már egyébként a az űrtechnológiában is használják, de mindegy, gondolom neked nem űrtechnológiás 3 van, de az lényeg, hogy itt is magánszemélyeknek nem javasolnám, üzleti felhasználásra érdemes megnézni, és utána nézni, hogy, hogy milyen 3 foglalkozó vállalkozások működnek már. Úgyhogy itt is azt javasolnám, hogy üzleti felhasználás. Gondolkodod hogy 3D modellekkel hogyan tudsz pénzt keresni másoknak. Sokan pessimistán látják az elkövetkező makrogazdasági kilátásokat. Igen, erre beszél. Valószínűleg itt, itt, elég nagy. Lehet, hogy csak később jöttél, vagy lehet, hogy ez pont akkor volt, azért már ez fél óra ez a kérdés. Melyek a válságállóbb szegmensek, milyen legális e-commerce Nem javasoltam illegális e-commerce nincs sohasem. Um... Erről beszéltünk egy kicsivel korábban, lehet, hogy te lemaradtál róla pont, de volt róla szó, és akkor ezzel kapcsolatban tényleg azt javasolnám, hogy, hogy nézzek majd a felvételt, mert ott beszéltünk róla egyébként bőven. Tehát ezzel kapcsolatban egy gyorsan összefoglalva egyébként, hogy miről volt szó, a válság az nem úgy néz ki, hogy totálisan megszűnik a fogyasztás, hanem visszaesik a fogyasztás természetesen, mégpedig abból kifolyólag, hogy azok az emberek, akik nagyon árérzékenyek, akiket tényleg csak azzal lehet meggyőzni, hogy ez egy nagyon olcsó termék, ők nem vásárolnak többet, mert ők ugye válságban vannak, viszont van rengeteg ember, akinek továbbra is iszonyatosan sok pénze marad, iszonyatosan sok tartaléka marad, Gondoljatok bele, hogy amikor bejut a válság, és tisztázok, lesz válság, egyszerűen csak azért, mert mindig vannak, most nagyon-nagyon hosszú jelen volt, és ez nem egy jó jel. Tehát ez nem biztosíték arra, hogy mostantól kezdve nem lesznek, hanem az, hogy már régen aktuális lenne, tehát azért 8-10 évente szinte kötelező, hogy legyen. A... a, lényeg az, hogy érdemes kicsit utána nézni, hogy a 2000-es dotcom lufinak a kidúranása, akkor mi történt egy csomó cégnek a az árbevételének az alakulásával, 2008-2009-ben mi történt sok-sok cégnek az árbevételének az alakulásával. És látni fogod, hogy azért akkora katasztrófa nem történt, hanem tényleg, hogy egy év alatt helyreállt minden amúgy. És általában ez leg, leginkább azokat szokta érinteni, akik nagyon olcsó termékeket árulnak, tehát akiknek nincsen márka ereje. Például én gondolom, hogy a következő válságban a legtöbb Amazon kereskedő csődbe fog menni, a legtöbb dropshipping kereskedő biztos vagy benne, hogy csődbe fog menni. Ezért is javaslom nektek, hogy építsetek saját márkát, aminek van egy márka értéke, tehát aminek van egy ilyen lojális közönsége, akiknek ez a termék a szenvedélyükben segít, és, és szívesen költenek rá. Ugye még egyszer, én a magam részéről, Hát most nem azt mondom, hogy várom a válságot, de egy jó lehetőségnek tartom majd, mert tudom, hogy én gyorsabban tudok reagálni másoknál, tudom, hogy én gyorsabban ki tudom aknázni a kínálkozó lehetőséget, és a változás az mindig egy, egy, egy jó lehetőség az előrelépésre amúgy. Pár személyesebb jellegű kérdésem lenne, ha van, akkor mi a te lamborghini gyorsítósáv? Gyors, nem, gondolom, hogy a gyorsítósáv a milliókhoz című könyvre gondolsz. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy nekem nagyon sok időn keresztül, konkrétan 19 éves koromtól 25 éves koromig a Lamborghini az egy Lamborghini volt. Tehát én nekem én 19 éves koromban kitűztem ezt a nagyon hülye célt, hogy én 25 évesen fogok venni egy Lamborghini-t, ami segített a nagyban gondolkodásban, és a vicceshez az, az volt, hogy egyébként meg is tudtam volna venni. Tehát, hogyha ugye én tavaly töltöttem be a 25 vagy nem bocsánat, tavaly év során voltam tavaly töltöttem be a 26. életévemet tehát amikor ez volt a cél, hogy 25 éves korom alatt vásároljak egyet és ugye valaki megnézte az akkori adóbevallásomat, amit ugye itt Magyarországon nyilvános hát látszik abból, hogy igazából meg tudtam volna csinálni, szóval <laughs> meg lett volna rá a, a keretem, és de úgy voltam vele végül, hogy ez 6 éven keresztül egy ilyen nagyon-nagyon klassz cél volt ami ami engem egy olyan pályához igazított, hogy tényleg nagyban gondolkozok, mert hogyha 19 évesen havi 100 ezer forintból élve kitűzöd azt a célt, hogy neked 25 évesen 6 év múlva lamborghini lesz, akkor, akkor, nem lehet azt mondani, hogy á, havi félmillió forintból kényelmesen megélek, és ez így tök jó, hanem ahhoz tényleg nagyban kell gondolkodni. És nagyon nagy változásoknak kell megtörténni, nagyon sok nagyon sokat kell elvárni magattól. De hát nyilván azért, ahogy én is egy kicsit benőtt a fejem lágya, nyilván azért beláttam én is, hogy ez egy olyan cél, amit tök jó volt kitűzni, ez egy olyan cél, ami nagyon sokat ösztönzött engem, de hogy óriási, óriási hülyeség lett volna megcsinálni és megvenni ezt a lámbót, az, 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 az egészen biztos. Mi a véleményet a sportról? Jó dolognak tartom a sportot, hogyha több időm, én, több időm lenne rá, hogyha véget ér a karácsonyi szezon, az, az utolsó negyed év, akkor egészen biztos, hogy én is többet, több időt fogok rászállni. Nem tudom pontosan, hogy mire vonatkozik a kérdés, de ez hogy kapcsolódik az életedhez? Hát én most ami sport az leginkább a, a jóga egyébként, meg a futás, ez a kettő dolog. De ahogy mondtam, most jelen pillanatban nagyon ez a, ez a, ez a, vállalkozás körül forog minden. Úgyhogy remélem, hogy kielégítőnek találtad a válaszaimat. Nagyjából ezek ugrottak be arról, amit írtál. Servus, amerikai példa alapján... Amerika példa alapján szeretnék itthon vállalkozást indítani, saját márkás kávét és kávézáshoz tartozó termékeket árulni, speciálisan kutyásoknak, Profitból mehet támogatni, mi a véleményed erről, itthon működne, ajánlád az első vállalkozásnak. Ez egy kerek, teljes, jól pozícionált, jó ötletnek tűnik, nyilván szükséged van egy jó megvalósításra, de így ezek alapján, amit ez alapján a 3-4 mondat alapján leírtál, sok lehetséges problémát már a kezdet kezdetén elkerültél, ezek, ez, ez egy jó felütés. Úgyhogy mondom, ez alapján, ami nekem információt itt látok, ez úgy tűnik, hogy átgondoltad ezt az egészet és jó irányba tapogatózol. Ennyit tudok mondani ezek alapján. Sziasztok, mi a véleményed a saját márkás kozmetikumokról, krémekről, 40 év felettiekre pozícionálva, hogyan kezdened el egy ilyen vállalkozást? Nagyon átgondolnám, hogy van-e tőkém egy ilyen vállalkozásnak az elindítására, meg van-e időm egy ilyen vállalkozásnak az elindítására. Én mindig kozmetikumokkal kapcsolatban azt tudom javasolni, hogy nézzetek utána a koreai kozmetikumoknak. Koreai kozmetikumok, egy, egy nagyon klassz réspiac, valamiért az elmúlt években senki nem vetődött rá annyira ügyesen, mint amekkora lehetőség van bennük egyébként, és, és ez egy kicsit sajnálatos, tehát én nem próbálnék saját márkát csinálni kozmetikumból, hanem próbálnék behozni egy olyan különlegesebb terméket, ami Magyarországon többé-kevésbé többé kevésbé egyedi, tehát egyedi hatóanyagai vannak, vagy jól elkülöníthető a boltban, drogériákban kap, kapható sima termékektől, ilyen van bőven. Jó, úgyhogy, úgyhogy és az ez a 40 év feletti pozícionálva, ez a koreai kozmetikumokat abszolút leírja. Tehát néz utána egy kicsit jobban, hogy ez a 30 vállalkozás ötlet között is szerepel, és szintén egy jó példa arra, hogy egy fantasztikus-fantasztikus lehetőség, valamiért mégse ugrott rá igazából senki, vagy nem valósította meg annyira ügyesen senki. Én azért ismerek mondjuk hozzáteszem olyan embereket, akik néhány koreai kozmetikum terméket árulva vagy nagyobb webshopban iszonyatos-iszonyatos pénzeket tudtak eltenni. Az ennél a kérdésem, hogy a diák kedvezményt és a mai napon elérhető vállalkozás ötlet konzultációt együttesen igénybe lehet venni. Igen, igénybe lehet venni, az, előjelentkezés, plusz az előjelentkezéssel nem lehet igénybe venni a, 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 konzultációt. Aminek az oka egyszerűen annyi, hogy nagyon sokan jelentkeztek elő, tehát iszatosan sokan jelentkeztek elő, és a mai napon is nagyon sokan vásároltok már, szerencsére, köszönöm szépen a bizalmat, tehát nem panaszkodom, és Azt látom, hogy ha az előjelentkezőknek is, meg az első napi jelentkezőknek is tartanék, akkor megint az lenne, hogy hetekre be vagyok táblázva a napi 8 óra konzultációval, amit biztosan nem fogok tudni sajnos bevállalni. Úgyhogy az előjelentkezők kaptak egy előjelentkezési kedvezményt, a diák és anyag a kedvezmény ugye pontosan arra van, hogy, hogy egy jellemzően kicsit szűkösebb anyagi helyzetben lévő csoportnak könnyebbé tegye ezt a fantasztikus lehetőséget, ami a vállalkozás elindítása és a konzultáció az, az az első napon jelentkezőknek elérhető. Igen. Következő kérdés. MJ de Marco beszélt az új könyvében arról a limitről, amikor eleged van a céges taposomalamból, és belekezett a saját vállalkozásba. Szerinted, hogy érdemes csinálni ezt a kiválást? Side hustle, egyéves pénztartalék, kollégákkal kívánni és közösen dolgozni, a startuphoz csatlakozni tapasztalat a munkatársként. Hát mind, amit felsoroltál, az egy lehetőség. És euh, tudom, hogy ezt mondtam már ez alatt a webinár alatt párszor, és egy kicsit ilyen, ilyen, hát ezzel nem válaszolod meg a kérdést jellegű dolog, sokféle lehetőség van. Általánosságban, ahogy az lesz szokott játszó, de a gyorsítósávosokkal, az az, hogy munka mellett elkezdenek csinálni egy webshopot, abból megszerzik a tapasztalatot, abból jellemzően elkezdenek egy, vagy egy második webshopot, vagy pedig elkezdik szolgáltatásként árulni a megszerzett tudást, tehát marketingesként, és akkor már bőven-bőven-bőven megvan a, a, a megélhetésük fel ez van, tehát akkor már így a, a munkába való bejárás az már egy ilyen szükséges rossz szokott lenni, amitől mindenki szabadulni szeretne, és a lehetőséget végül is megteremtették. Tehát ezt, ezt, így szokták csinálni. Ez az egyéves pénztartalék, egyéves pénztartalék egyébként az iszonyat sok pénz. Tehát az, 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 az ha valaki Budapesten él, az egyéves pénztartalék, az kb. 4-5 millió forint megtakarítás szerintem. Azért annyi nem, de, de A pláne családosként viszont simán lehet amúgy. Úgyhogy ez a, azért az iszonyatosan sok idő felhalmozni, és inkább azt mondanám akkor, hogy azért szerencsére egy olyan világban élünk, ahol nem stigmatizálnak már azért, hogyha mondjuk egy-két éven keresztül a vállalkozásodat csinálod, és akkor mondjuk esetleg visszamész dolgozni egy idő után. Tehát, hogy azért egyszerűbb a, a, a visszaút a munkaerőpiacra, ha valami rosszul sül el, tehát én ezt sokkal inkább bevételtől tenném függővé. De tényleg, hogyha valaki igényesen dolgozik, mondom, nem azon kell gondolkozni, hogy pénztartalék, meg hogy mit tudom én, hogy íze, azon kell gondolkozzatok, hogy igényesen dolgozatok, magas színvonalú megoldásokat tudjatok szállítani, és akkor biztos, 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 hogy jól fognak működni a dolgok. Szia, Ádám, nem termékkel kapcsolatos kérdés, gyere lévő anyukaként feltöltöttem a doksikat, persze nyilván nem tudtak azonnal reagálni. Igen, mert azokat én nézem át, tehát most a webinár tartom éppen, úgyhogy azért nem néztem még át. Kérdésem az, hogy első napos jelentkezőnek számítok-e én is? Így van, igen, 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 határozottan is köszönöm szépen a bizalmat. Még igyekszem a mai este folyamán mindenkinek elküldeni majd a linkeket. Mit gondolsz a ShopRenterről, mint platformról? Hogyha már valakinek van egy vállalkozása, ahol kifejezetten mondjuk nagy kereskedőként működik és sok terméket forgalmaz, akkor egy jó platformnak tartom, de jellemzően ez nem az, amit mi csinálunk. Tehát mi kifejezetten kevés termékkel foglalkozunk, kifejezetten szűk fókusztal dolgozunk, és szükség van egy csomó olyan marketingeszközre, ami csak is és kizárólag a WordPress-ben érhető el, a woocommerce el együtt, mert a, WordPress és WooCommerce ugye egy olyan dolog, hogy azért Kicsivel több technikai tudásra van szükség, de a gyorsítósában belül mindent megtanítunk, amilyen szükséges, tehát kész megoldásokat adunk a kezetekbe. De onnantól kezdve, hogy ez a ezt a technikai tudást elsajátítottad, onnantól kezdve bármit meg tudsz csinálni. És én általában azért nem szoktam javasolni kezdőknek a shoprendert, még egyszer, mert ők nem olyan helyzetben vannak, hogy egy, egy nagy, vagy egy nagy vállalkozást csinálnak, és nagy kereskedőktől összegyűjtötték a terméket, és azt tárulják tovább hanem azt csinálják, hogy kifejezetten szűk fókuszú márkát építenek, tehát megtanulnak mindent a tréningemben a WordPress és WooCommerce-ről, megépítenek vele egy oldalt, és onnantól kezdve azt a tudást tovább tudják árulni. Hogyha te tudsz shoprenderrel készíteni webshopokat, az nem egy önmagában eladható tudás. Mert az ilyen platformok azok jellemzően mind azzal foglalkoznak, hogy iszonyat egyszerűvé tegyék a felhasználónak a dolgát, hogy bárki össze tudja kattingatni magának is akár. És ha mindenki meg tudja csinálni, akkor miért fizetne azért, hogy, hogy valaki más csinálja meg? Jelenleg szoftverfejlesztő freelancerként dolgozom, egy-két külföldi cégnek távunkában medolgozva, azt a és mobil applikációk szeretnék növekedni és szoftverfejlesztő ügynökségé válni a jövőben. Ez jó hangzik ami a szellemi termék szolgáltatás piacát célozna meg, egyedi digitális termék a fejlesztésre a nem csak külföldi itt piacat piacot is belevenném, milyen online marketing eszköz lenne érdemes bevetni első körben a különböző cégek elérésére, érdemese itt is pozícionálni. Nem másoltam ki a kérdőjelet. Hát nézd, ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon más jellegű ügyfélszerzés, mint amit általában csinálunk ugye van a, az inbound sales, amikor próbálod behozni az ember, behúzni az embereket. Az inbound az ezt jelenti, hogy próbálod őket egy mágnesként magadhoz vonzani. Például úgy, hogy készí, amit én is csinálok, hogy készítek ingyenes tartalmat, és az hirdetéssel eljuttatom az emberekhez. Jó, tehát ugye nem én írok rá egyenként az emberekre, hogy szervusz van a vállalkozási indítási tréningeműzője, esetleg érdekele, hanem az, hogy oda tesztek késztek egy érdekes tartalmat olyan embereknek, akiket érdekel a vállalkozási indítás. És azt promótálom, és becsatlakoztak a csoportomban, feliratkoztak az e-mail listámra, stb. 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 A legtöbb webshop szintén így működik. Amiről te beszélsz, azt gyakran használjuk, viszont marketing kivitelezőkkel kapcsolatban sok példát tudok mondani erre, hogy ők keresnek meg új vállalkozásokat, akik tudják, hogy igény van egyébként a szolgáltatásra, kell némi értékesítési tudás egyértelműen hozzá, Úriási, óriási, óriási, óriási előnyt jelent mindez. Szóval ez az outbound sales, amikor te keresel meg vállalkozásokat, amikor te írsz el valakire, hogy szervusz, szeretném felajánlani a szolgáltatásaimat, mert látom, hogy XYZ dolog az, 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 az csinál a vállalkozásokban, és erre tudok egy tökéletes jó megoldást Szóval ez inkább e-mailes megkeresések, mint hirdetések. Viszont a tartalomkészítés például, meg az értékesítési szövegírás, az ugyanúgy tudja támogatni a tevékenységedet. De ez egy nagyon jó piac. Amúgy kicsit emberigényes egy idő után, és gondolom, hogy itt a fő nehézség az az lesz, hogy megfizetni azt a munkaerőt, meg megtalálni azt a munkaerőt, akivel bővülni tudsz egy egész ügynökségé. Szóval azért az egy nehezebb dolog lesz, de amint sikerül megoldani ezt a problémát, azért itt Magyarországon is sok milliárdos árbevételű cégek vannak, amik ezzel foglalkoznak, és rakétaként növekednek. Nagyon is őket. Sokan azt gondolják, hogy az a vállalkozás, amit én csinálok, az a jó üzlet. Hát nézzetek rá néhány néhány szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégre, és látni fogjátok, hogy oké, okay, az, az egy jó pár évet igénybe vevő dolog, de az egy, az egy sokkal sokkal jobb üzlet egyébként. Tóppa! Következő kérdés! Lenne még egy kérdésem, hogy szeretnék full funnel marketing kivitelezéssel foglalkozni, hogy tőkét tudjak teremteni egy webshop indításához, de vidéken lakom, az megoldható, hogy csak online végezzem a megbízást, vagy mindenképpen szükséges a személyes találkozás, valamint, hogy a gyorsítóság tréningen van -e erről szó. Szóval nem feltétlenül szükséges a marketing kivitelezéshez, hogy személyesen találkozodok, el lehet végezni teljesen online. El tudom képzelni, hogy valaki mondjuk az idősebb generációból ezt furábbnak tartja, de de bőven van olyan, akinek nem probléma egyáltalán, sőt, látod, hogy örül neki. Én több olyan embert ismerek, aki még soha nem találkozott a megbízóival. És hogy a gyorsítóság tréningen van erről szó, határozottan van szó a marketing kivitelezőknek a, az ügyfélszerzéséről, tehát hogy hol érdemes keresgélni, mit érdemes írni a levélbe, hogy mit érdemes elmondani a munkásságodról, Szóval sok-sok-sok információt Um, átadok ezzel kapcsolatban. Online videós kezdőknek szóló hangszeres oktatással foglalkoznék, amihez pár extra is járna. Mi a véleményed erről? Köszönöm a válaszolat előre is. Csináltunk már ilyen vállalkozási gyorsítóság tréningem belül. Nem emlékszem pontosan, hogy milyen eredményekkel zárult. Az első kampány tudom, hogy az egy ilyen több százezres profitot termelt nagyon rövid időn belül, utána nincsen már rálátásom, hogy utána hogyan fejlődött tovább a vállalkozás, tehát nem kaptam update-eket róla. Ugye sokan azt gondolják, hogy én mindig tudom, hogy kinek mennyi pénz jön be egyébként hónapról hónapra, hát erről szó sincs, hogy nyilván bunkóságnak is tartanám megkérdezni, de, de vannak olyan olyan, olyan, olyan ö, ügyfeleim, akik ugye megosztják az eredményeket rendszeresen. Az egyik ügyfelem ezzel foglalkozott, ha jól emlékszem, gitároktatással, és emlékszem, hogy csináltak egy promóciót, teljesen arra a szisztémára felépítve, mint ahogy én is eladom a, az önfejlesztéssel foglalkozó tréningeimet, és egy nagyon szép eredményt tudtak produkálni ezzel kapcsolatban. Fúha! Nagyon sok kérdés van még. <laughs> Egyedi személyre szabott kézműves termékekkel indulnék el, célcsoportom a kismamák lennének. Az egyik termék adaptálható lenne más célcsoportokra. Bővítési lehetőség a később az ennek elkészítés részben automatizálható lesz. A hosszú távú tervenek kombinázsa... Rész... Hú, ez már nagyon bonyolult a hangzik. Ah. Jó. Egyedi személyre szabott kézműves termékekkel indulnék el, célcsoportom a kispömek lennének. Ez így jó. Okay. tehát ez, ez, így jó hangzik. Az egyik termék adaptálható lenne más célcsoportokra. Jó, ez, ez, akkor majd később, később jó lehet. Jó, szóval ez így nagyon homályos, nem fogok rá tudni mit mondani, ezzel később kell foglalkozni. A hosszú távú terv ennek kombinálása rendezvényszervezéssel. Szinte ez egy olyan dolog, hogy hosszú távon Mit csinálsz? Ez jó, hogyha észben tartod, de a vállalkozás ötletnél még nem tudod figyelembe venni, mert odaig el kell jutni. Jó, tehát ez olyan, mint amikor valaki azon gondolkozik, hogy mire költi el a pénzét, hogyha majd egyszer milliárdos lesz. Ugye nyilván arra kellene koncentrálni ezt az értékes mentális energiát, hogy, hogy megteremtsd ezt a fantasztikus lehetőséget és azért sokszor látom azt egy hibaként elkövetni, hogy valaki túlzottan a hosszú távra koncentrál, és nem veszi észre hogy először mit kell csinálni, egyáltalán elrugaszkodni, egyáltalán elindulni, egyáltalán behozni az első rendeléseket, már pedig, hogyha a kezdet kezetén túlzottan grandiózusan gondolkozol, akkor könnyen elkezdett, hogy pont ettől a lehetőségtől vágod el magad. Tehát fázisok vannak. Az első fázisban mire kell koncentrálod? Csak is az első rendelések megszerzésére. A második fázisban azon kell gondolkoznod, hogy nagyobb profitot tudj elérni az egyes eladásokon, és kiszámíthatóbbá tud tenni. A harmadik fázisban el tudod kezdeni bővíteni a tevékenységedet, de hát az még messze van, addig még újra kell építeni az egésznek az alapjait, jó? Ez olyan, mint hogyha valaki mondjuk fut egy ultramaratont, ahol ugye van biciklizés, meg úszás, meg futás is, nyilván mindegyikhez van egy jó felszerelés, egy megfelelő felszerelés. Mondjuk nyilván más cipőben futnak például, mint amivel bicikliznek, és az úszáshoz gondolom nem használnak cipőt. Szóval az az hogy hogyha valaki úgy indul el az ultramaratonra, hogy melyik az a cipő, amelyik mindegyik helyzetben jó, akkor tudja, hogy nem fog célba érni. Hanem a különböző fázisokban különböző célszer számokat kell megcsinálni, vagy megtalálni, és nyilván ott azért egy kicsit tervezhetőbb, tehát tudod, hogy mi áll előtted, egy vállalkozásnál azért sok tapasztalat menet közben jön csak, de a kezdet kezdetén az elindulásra kell koncentrálni. A kérdésem az, hogy az indulásnál milyen árképzést javasolsz. Na, ezt nem tudom, hogy kiverte az embereknek a fejébe, hogy itt az, az árazás dolgot ezt nagyon valamilyen egyenlettel ki lehet számolni. Szavakat nem találom rá, hogy mekkora baromságnak tartom. Úgyhogy, ami nagyon-nagyon ami, ami könnyűvé teszi a helyzetedet, és ha tényleg nagyon javasolnék, hogy csináljatok, az az, amit van az egyik könyve, amit javaslok, ugye van egy ilyen olvasólistám a, a Tacit project amit vállalkozóknak javasolt könyvek, a legjobb 13 plusz 1 könyv akár lendő vállalkozóknak, ez a Ready Fire Aim című könyvben volt, és tényleg nagyon, nagyon javaslom ezt a könyvet, tehát tényleg, hogyha ha csak egy könyvet olvasol a vállalkozások, akkor ez legyen az, ezt tényleg komolyan mondom. Um, és ez a Michael Masterson, aki ezt írta, a javasol, hogy árazással kapcsolatban egy dolgot kell csinálni. Nézd meg, hogy mások mennyiért árulják ezt a terméket, és vagy add egy kicsivel olcsóbban, vagy add egy kicsivel drágábban. Ennyi. Tehát nem, nem abból kell kiindulnod, hogy mennyi a termelői ár, mennyi a beszerzési ár, ezek mind-mind vakvágányok. Azt kell nézned, hogy azok, akik olyan vállalkozást építettek, mint amilyet te szeretnél, ők milyen áron adják el, ők hogyan pozícionálták, abból le lehet vonni következtetéseket. Hogyha én az általán forgalmazott termékeknél azt nézném, hogy hát mondjuk olyan 20% profitot akarok rátenni a, a, a termékre, ebből indulnék ki a beszerzési árhoz képest, azzal iszonyatosan csőbe húznám magamat, mert a helyes válasz nem 20%, hanem az, hogy a beszerzési árhoz képest 5-szörös áram. Na most ezt nem minden terméknél lehet megcsinálni, azt, amit én szeretnék forgalmazni, azt... Kb. 5-szörös áron, igen, kb. 5-szörös áron adjuk el majd. Hogyha azt mondanám, hogy 20% profitot teszek rá, akkor egyrészt a közönség nem tartaná egy kellően prémium terméknek, tehát így félre lenne árazva, mert amihez szoktak, az tök más, tehát megdöbbentően olcsó lenne, és, és hát a profilomnak a jelentős részét is elveszíteném. Úgyhogy két, két szempontból is szívás lenne. A bevezető árak, ez, ez, tényleg csak egy nagyon rövid ideig, csak nagyon ilyen, ilyen promóció jelleggel érdemes csinálni. Tehát az árazás mondom a legfontosabb dolog, mások, akik hasonló terméket árulnak, mint te, hasonló márkával rendelkeznek, mint te, ők mennyiért árazzák? Ők mennyiért adják el? Szerintem ez a legfontosabb dolog, amire figyelned kell. Jellemzően az lesz a helyes megoldás is. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy miért nem vágsz bele komolyabb befektetést igénylő termékek forgalmazásával. Miből gondolod, hogy nem vágtam bele komolyabb tőkét igénylő, befektetést igénylő termékek forgalmazásába? Tehát ez egy, ez egy téves feltételezés, mivel határozottan folyamatban van. Eddig azért nem vágtam bele, mert elég elfoglalt voltam azzal, hogy több mint ezer embernek kellett a tréninget összerakni és a legjobb megoldásokat összegyűjteni. Ami nyilván nekem is egy nagyon profitábilis tevékenység volt, úgyhogy, öm, úgyhogy nem, nem, nem nagyon kellett ugrálnom, meg nem is nagyon volt lehetőségem, de most határozottan folyamatban van ez. Kedves Ádám, az a kérdés, hogy milyen tippeket tudnál adni, hogyan lehet költséghatékonyan felmérni egy terméke szolgáltatás a piac igényt, tisztán lehet látni, hogy értelmes a piacra lépni a nagyszámú konkurencia mellé. Ezzel kapcsolatban a gyorsítósáv tréningben van egy külön ezzel foglalkozó anyag, természetesen ez egy nagyon-nagyon fontos része a tréningnek. Úgyhogy még egyszer ennyire kevés konkrétummal nem tudok mit mondani, mert nincs erről a szó, hogy milyen termék, hogy milyen piaca, hogy milyen árazással, milyen üzleti modellben. Azt tudom nektek javasolni tényleg, hogy egyrészt a gyorsítósább tréningben biztosítva vannak az eszközök és példák, amik szükségesek ahhoz, hogy ezt fel tud fedezni, tehát kialakuljon ez a vállalkozói finesz, amivel ráérzel. Másrészt pedig, másrészt pedig azt tudom mondani, hogy érdemes mindig összekombinálni különböző vállalkozásokat. Amit már mondtam példaként, ugye láttunk egy karkötőmárkát, láttunk egy jótékonysági márkát, ami Elefántos alapítványt támogat. Kombináljuk össze a kettőt, legyen egy olyan karkötő, ami egy jótékonysági ügyet támogat, például. Jó? Tehát, hogy több ötletet össze lehet kombinálni, több vállalkozás ötletet össze lehet kombinálni, és így két nem eredeti ötletből lesz egy eredeti ötlet. 8-10 termékes webshopnál milyen árukészlettel indulnál, a termék 3-tól 6 forint közöttiek és Angliából érkeznek. Hát ez az árukészlet dolog egyébként, mert igazából meg tudod csinálni, hogy mindegyikből csak egy termék van neked raktáron. Szóval, szóval itt, itt tényleg csak idő kérdése. Hogyha van időd, hogyha nem vársz el nagyon gyors eredményeket, akkor meg tudod csinálni, hogy mindegyik termékből egy van raktáron, sőt azt is meg lehet csinálni, hogy egyáltalán nincsen semmilyen árukészleted, hanem csak akkor rendelsz árukészletet, amikor már tudtál ilyen próba rendeléseket generálni, tehát el tudtad érni azt, hogy vannak olyan hirdetéseid, amire valaki rákattint, Felad egy hirdetést az oldalon. Na most első körben ezekre a rendelésekre azt kell mondanod, hogy áh, azt aztán sajnáljuk, sajnos hogy éppen nincsen készteni, és csak két hét múlva tudnánk szállítani, amiért szörnyen elképesztően ö, bocsánatot kérünk, és szeretnénk egy kuponkódot adni, amit a későbbiekben fel tud használni. Nagyon-nagyon sajnáljuk, de ezt a rendelést vagy törölnünk kell, vagy pedig két hét múlva tudjuk teljesíteni melyik opció legyen, még egyszer borzasztóan, borzasztóan sajnáljuk ezt a helyzetet, nagyon cikinek érezzük. De az a lényeg, hogy árukészlet nélkül is be tudod hozni ezeket az első rendeléseket, és, és, akkor így már tudod azt, hogy hé, én ezzel tudtam rendeléseket behozni. Én meggyőződtem arról, hogy ha én berendelek egy árukészletet, akkor azt el is fogom tudni adni. Jó, tehát, hogy lehet óvatosan tapogatózni egyáltalán. Szia Adam, online webshop indításához KFT-t érdemes alapítani, ugye, ahol meg 3 millió forint szükséges. Nem, 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 szó sincs róla. Jó? Tehát online webshopot is lehet üzemeltetni minden probléma nélkül katás egyéni vállalkozóként. Ugye úgy áfát sem kell fizetned, ott nem kell osztalékadót fizetned, amikor kiveszed a cégből a nyerességet. Tényleg a katás egyéni vállalkozást nem véletlen javaslom egy hihetetlenül döbbenetesen Kedvező adózási forma, ami nagyon-nagyon-nagyon könnyűvé teszi a, az indulást, és semmi nem akadályozza meg, hogy miután a katás keretet kihasználtad, utána indíts egy KFT-t is, de akkor már azzal a tudattal csinálod, hogy Hé, én be tudtam hozni 12 millió forintnyi árbevételt. Tehát a kettő nem zárja ki egymást egyáltalán. Az induláshoz tudod a katás egyéni vállalkozást megcsinálni, nagyon olcsó, konkrétan ingyenes. A, az adózási feltételek azok nagyon-nagyon kedvezőek, a megélhetési költségeidet gyorsan fedezni tudod belőle, és amikor már azon gondolkozol, hogy egy nagyobb vállalkozást indítasz, akkor semmi, semmi, semmi. Ezt most tudtam meg, hogy ezt valaki így gondolja, vagy így tudja, hogy hogy a kettő nem lehet egyszerre egyéni vállalkozásodnak KFT-d, de hogy nem. Nekem 5 KFT-n van, és van egyéni vállalkozásom is. Tehát ez, ez nyugodtan lehet csinálni. A másik dolog, a KFT-nek az alapításához sem kell csak úgy betenni, beutalni 3 millió forintot a, KFT-nek a, Kft a számlájára. Ez szintén egy ilyen, egy ilyen régről maradt berögzülés, egy, egy félreértés. Tehát ahhoz kell a három, az, azt lényegében azt a 3 millió forintot csak igazolni kell, hogy neked az a rendelkezésedre áll. De én is az 5 KFT-nek a, a, hogy hívják -e, az hát most ez Na, szóval igazából meg lehet azt csinálni, hogy nem is kell beutalni se, mert azt is csinálhatod, hogy csak beutalsz 3 millió forintot, aztán rögtön ki is utalod, de, de ez se kell, tehát ezt egy ilyen úgynevezett bevételi pénztár bizonylatra ráírod, hogy neked ez a 3 millió forint, ezt a kft a rendelkezésére bocsátod, nyilván valamilyen probléma esetére azért jó, ha azt a 3 millió forintot elő, kell, elő tudod teremteni, de de, de tehát nem, nem úgy néz ki egy KFT-nek az alpítása, hogy amikor te bejegyzed azt, ami szintén egy sokkal egyszerűbb folyamat, mint a legtöbben gondolják egyébként, akkor neked azonnal 3 millió forintot el kell utalnod, ami egy összegben rendelkezésedre kell, hogy álljon. Valóban valamennyit segít, nyilván egy, egy kis biztonságérzetet ad, meg most hogy mondjam, azért tudjál előteremteni 3 millió forintot, hogyha KFT-d van, de, de őszintén ez egy, ez egy félreértés szokott lenni, tehát igazából nulla forint tőkével is lehet csinálni KFT-t, nem mondom, hogy minden szabályt papírforma szerint, meg a törvény betűje szerint kielégít, de megcsinálni meg lehet. És amíg nincsen probléma, addig senkinek nincsen vele gondja amúgy. Nem, nem mondom, hogy ezt csináljátok, jó? Tehát ezt, nem, nem javaslom nektek de, de ez nem, mondom, ez egy, ez egy ilyen mítosz, hogy, hogy azonnal be kellene, tehát hogy KFT-t kell csinálni, nem, nem kell csinálni, teljesen nyugodtan megcsináltad ezt az egyéni vállalkozást, aztán utána később csinálsz KFT-t, ezt 3 millió forint szükséges, nem, azt a 3 millió forintot papíron is rendelkezésre tudod bocsátani. Tudsz esetleg konkrét nagykereskedés külföldön, például Németország, ahonnan aromás teaféléket lehet vásárolni, nem, nem tudok, tehát nincs egy katalógus a fejemben, de Google-on könnyen találsz, ebben egészen biztos vagyok. Szia Ádám, különböző meggyőzési technikákat szeretnék tanítani értékesítőknek és vállalkozóknak sales coaching keretein belül. Nem nulláról kezdem, mert ideje építem a vállalkozást, viszont szeretnék még jobb lenni és érdekelne a véleményed. De pontosan milyen célközönséget ajánlanál erre, illetve milyen ügyfélszerzési módszert? Eddig értékesítőket és egyéni vállalkozókat céloztam be, személyes megkeresésen keresztül és Facebook hirdetése. Ez itt a legjobb megoldás, az az lesz, hogy amit javasolni szoktam, hogy csináld azt, amit én csinálok. Építs egy csoportot, oszd meg ingyenes tartalmat, magas színvonalú ingyenes tartalmat, és hozd be az embereket egyrészt ajánlások útján, másrészt pedig Facebook hirdetésekkel. Tehát személyes megkeresések, tud működni, de ezzel szerintem nehéz a dolgot. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy csinál azt, mint én. Nekem is ugye mind van, van egy Facebook csoportom, oda ingyenes tartalmat osztok meg, Facebook hirdetésekkel érdeklődőket hozok be, és időről időre, ugye kb. olyan fél évente szoktam megnyitni a gyorsítósebb tréninget, amikor pedig, hát nyilván bőségesen fedett vannak a költségén, meg a korábbi ingyenes munkák, az busásan megtérül. De Pontosan ez az, amit javasolnék mindenki másnak is. Illetve van még egy videó, amit javasolnék a YouTube csatornámról. Ez a 9. nap, ez egy elrettentő 2 óra 48 perces, 49 perces videó, ahol nagyon-nagyon sokat mesélek arról, hogy egy tanácsadó vállalkozást üzleti modell szintjén, meg Facebook hirdetések szintjén, meg, meg ajánlatok terén, hogy érdemes alakítani, hogy érdemes építeni. Tehát szerintem őszintén szóval annak a videónak a ha ebből a videóból tanácsadóként nem tudsz kihozni 200 ezer fornyi értéket, akkor nem figyeltél. Következő kérdés. Mennyire tartod nehéz a kezdő vállalkozóként elindulni bármilyen emberi fogyasztásra szánt élelmiszer eladásával? Hát... Um, egy prémium kávé, te a beef jerky, vegánit... az a baj, hogy ez annyira összevissza, annyira sok minden, tehát ez egy annyira általános dolog így. Hogyha azt mondod, hogy premium kávét szeretnél forgalmazni, akkor azt mondanám, na, az egy pozícionás. Az, hogy vagy prémium kávé, vagy például tea, vagy mondjuk beer, az, az, úgy nem. Jó, tehát ez, ez már így igazából öt különböző vállalkozás, amit 500 különböző módon meg lehet valósítani. Az élelmiszer, az emberi fogyasztás, szánt dolgok mindig jelentősen megnehezítik az eladást, ezt tudni kell. Tehát több tőkét igényel, nagyobb elérést igényel, nehezebben tudod eladni magát a terméket, tehát, hogy nehéz meggyőzni az embereket, hogy kipróbálnak vala, kipróbáljanak valami újat. Talán a kávéval kicsit nagyobb a, a, a kísérletezési kedv, de mondjuk teával, vagy beef jerky, vagy vegán ételekkel... A vegán ételek azt így jelen pillanatban már egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon telített piacnak tartom teák és beef jerky ebbe meg egyszerűen nem lá... azt látom, hogyha valaki beletesz 1 milliárd forintot, akkor hogy lehet kivenni belőle 1 milliárd 100 millió forintot, de hogyha mondjuk 100 ezer vagy 1 millió forintot teszel bele, akkor nem látom, hogy hogyan tudnál 1 millió 100 ezeret kivenni belőle. Úgyhogy, úgyhogy, ez tényleg, mondjuk ez a beef jerky meg a tea, ezek, ezek volument igényelnek, ezek nagy cég méretet igényelnek. Én nem látom ezt, hogy induló a webshopként hogyan tudnád megcsinálni. A kávé az talán, tehát ezek közül azt javasolnám leginkább, de még egyszer az élelmiszer az mindig nehezíti a helyzetet. Induló webshop tulajdonosan leszek nem sokára, mire kell legjobban odafigyelnem a marketing részénél, mit az, mivel kezdjem, és hol érem el a gyorsítósávot. A gyorsítósávot tacitproject.hu per gyorsítósáv a oldalon találjátok meg a leírást, ott tudjátok megrendelni, és, és úgy látom, hogy tevékenyen csináljátok is. a szépen köszönöm a bizalmat. Szóval ez mire kell legjobban odafigyelnem a marketing részénél, hogy egy dolgot, és most nem akarunk kikerülni ezt a kérdést, hogy valami mindenképpen szeretnék mondani rának ellenére, hogy ismét egy kicsit túlzottan általános kérdés. Um, nagyon sokan leragadnak pici, változásokat hozó apróságoknál, amikkel nem érdemes kezdővállalkozóként pazarolni az időt. Kettő dologra szerintem nagyon kell figyelni a webshop tulajdonosként. Az egyik az, hogy olyan terméket legyen, amit megbízhatóan és profitábilisan el tudsz adni. Erről szól az az előadásom, amit most elérhetővé tettem. Ez a vállalkozás, a legfontosabb döntés a vállalkozásodban. Itt elmagyarázom, két terméknek a példáján keresztül, hogy miért pont ezeket választottam. Tehát ott ezeket a kritériumokat elmondom. Tehát ez az egyik, hogy az ajánlatod olyan dolog legyen, amit az emberek meg akarnak vásárolni, és a másik dolog meg az, hogy találj egy jó, kiszámítható, fizetős, hirdetési forrást, amiből te ügyfeleket tudsz szerezni. Mindenképpen fizetős hirdetésre van szó. Ne próbáljatok kereső optimalizálásra érvényesülni, mert tényleg amint megtanulsz fizetett hirdetésekkel ügyfeleket behozni. Egyrészt van egy nagyon-nagyon értékes tapasztalatod, ami hihetetlen keresett, és Magyarországon nagyon alul van szolgáltatva. Másrészt pedig, amikor ilyen nagy kampányidőszakok vannak, mint a karácsony például, akkor gomnyomásra be tudsz hozni vásárlókat. Tehát pont akkor pont abban a pillanatban, amikor neked van egy akciód, azzal el tudod érni a, a potenciális vásárlókat, és ez mondjuk kereső optimalizálásnál nem áll a rendelkezésedre ez a lehetőség. Vagy személyes megkereséseknek, ha valamit személyesen akarsz eladni. A fizetős hirdetéseknek a hátrány ugye az, hogy fizetős, az előnye az, hogyha viszont megtanulod, hogy hogyan tudsz a fizetős hirdetésekkel is profitot termelni, tehát van egy kiadásod, de nagyobb bevételt hozol, tehát profitábilisan hirdetsz, akkor onnantól kezdve az egy végtelenül skálázható dolog. Mert ugye beleteszel 100 forintot, ki tudsz venni 120-at. Beleteszel 100.000 forintot, ki tudsz venni 120.000 forintot. Most ezt nem akarom elmondani, hogy nekem a hirdetéseim hogy működnek, de ennél lényegesen, lényegesen nagyobb megtérülést se lehet érni. Tehát a fizetős hirdetéseket nagyon érdemes kitalálni, még ezt tudnám mondani. Nem véletlenül foglalkozik vele egy egész blokk a, a tréningen belül a Online forgalom forgalomtréning egész, egészen ezzel foglalkozik, teljes mértékben ezzel foglalkozik. Oké, okay. mivel kezd elhújni a hangom, és úgy látom, hogy több dolog ismétlődik, ezért elkezdem lezárni néhány néhány kérdést, még átnézek, mert azért egy 50-60 kérdést már biztos, megválaszoltam. De nézem még, hogy mi az, ami. Esetleg felmerül, hogy gyorsan meg lehet válaszolni. Egy coach oldal felépítésére is lesz konkrét oldal bemutatása, a folyamatok kiépítéséhez szükséges drótvázzal. Igen, határozottan igen. Egyrészt most is vannak a tréningben ezzel foglalkozó anyagok, másrészt pedig folyamatosan készítünk egy ember, egy um, ember, akit megbíztam, csak ezzel foglalkozik, hogy különböző, teljes weboldalakat fejleszt, amiket példaként fel lehet használni, abban vannak kész megoldások, kész marketing megoldások és az egy, ki lehet ugye exportálni ezeket az oldalakat és ti be tudjátok importálni a saját oldalatokra, utána pedig csak szemére kell szabni és ezek mind megfelelnek már a, a gyorsítóságban ezeknek, ezeknek az elveknek, amiket javaslok követni. Mesélnél pár szót a két csomag különbségéről? Kérlek, mit akar a Design Raktár és a Marketing arzenál egy kicsit részletesebben? Hát különbség, az sok van, mert tök más a kettő. A Design Raktárban ezek a stock fotók, logókészítés, ikonok, olyan dolgok, amikre nem szoktatok általában gondolni, hogy szükségetek lesz, amikor belevágtok az online vállalkozásba, csak később veszitek észre, hogy aha, egyébként 10 az elmúlt 10 óra, amit a weboldalammal dolgoztam, abból mondjuk 7 azzal tellett, hogy próbáltam használható képeket találni, ami, ami jogtiszta, amit, amit fel tudok probléma nélkül használni az oldalamon. Haha. -ha. Na, hogyha nem veszel részt a tréningen, akkor ez egy kínszenvedés, a tréningen belül van erre biztosítva egy óriási adatbázis, ahonnan tudsz igényelni jogtiszta képeket meg logót, meg, meg, minden ilyesmit, ami általában megakasztja az embereket. A marketing arzenál a tartalmaz, hát nem akarok, nem tudok pont a számot mondani, úgy annyit mondani, hogy biztos, hogy jóval, jóval, jóval több mint két millió forint értékű marketing eszköz van benne, és ezek lehetővé teszik azt, hogy bizonyos eszközök ilyen közös használatra vannak, tehát hogy te is be tudsz lépni abba a felhasználói fiókba, amit én megvásároltam, és vannak hozzá különböző userek, vannak olyan eszközök, amiket fel kell telepíteni az oldaladra, és van hozzá egy ilyen ügynökségi licenc, tehát hogy korlátlan számú oldalon fel lehet használni, és ezeket összevásárolgatni magadnak, hát mondom, hihetetlen, hihetetlen drága lenne. Nyilván nincs is szükséged mindegyikre, de tételezzük fel, hogy egy kliensednek meg van. Tehát van mondjuk egy kliensed, aki azt szeretné, hogyha az ő oldalán működne XY vagy Z marketing megoldás. És vagy az van, hogy te azt mondod, hogy hát kliens úr, meg lehet csinálni, igen, igen, keresgéltem, és meg lehet csinálni, csak hogy mondjuk ez az eszköz bele fog kerülni mondjuk olyan 60 ezer forintjába. Nem lenne egy kicsit boldogabb az a kliens, hogyha te fel tudnád használni azt az eszközt, ami itt van a tréningen belül, be van mutatva a, a felhasználásának a módja, a telepítésének a módja, a beüzemelésének a módja, és a helyes megoldások. Dehogy nem. Tehát ezért mondom, hogy a gyorsítósában nem részt venni igazából sokkal drágább, mint részt venni. Jó, a marketing arzenál az tartalmaz egy csomó-csomó több mint két millió forintnyi eszközt, ami, ami ehhez ami segíti a munkádat. Következő gyorsítóságtraining mikor indul? December, december közepén lesz a gyorsítóság 8.0, ami az utolsó olyan tréning lesz, amit én személyesen tartok, tehát a folyamatosan igénybe lehet venni, abban már benne lesz a közösséghez való hozzáférés, heti kettő darab webinár, ahol élőben vannak oldalépítések, kérdezfelelek webinárok, Ugye most azért ennyire olcsó a tréning, mert jelen pillanatban ezek nincsenek benne, Decemberben viszont aki most megvásárolja a 7.1 tréninget, az ki tudja egészíteni az árat egy kedvezményes ára a gyorsítóság 80 ra és akkor annak a segítségével, ugye még utoljára igénybe lehet venni az én segítségemet is, vagy pedig december közepén is be tud csatlakozni, és ez, ez, ez a legjobb ajánlatom jelen pillanatban, ez a legjobb javaslatom jelen pillanatban, mert a későbbiekben azért én sok tervem van, fogalmazzunk úgy.